Mark Twain, a lóvá tett város. Sok-sok évvel ezelőtt történt. Heidelberg volt a környék legbecsületesebb és legtisztességesebb városa. Hírnevét három nemzedéken át megóvta minden szentől, s büszké volt rá, mint bármelyik tulajdonára. Olyan büszke volt rá, s annyira biztosítani akarta fennmaradását, hogy már a bölcsőben tanítani kezdte csecsemőit a becsületes magatartásra, s e pillanattól fogva ezt a tanítást tette kultúrájuk alapjává, mindaddig, míg neveltetési idejük tartott. Kamaszkorukban pedig távol tartotta az ifjú embereket a kísértésektől. És így tisztességüknek megadatott a lehetőség, hogy megkeményedjék, és megszilárduljon, és szinte már vérükké váljon. A szomszédos városok féltékenykedtek a nemes tekintélyre. S úgy tettek, mintha kinevetnék Heidelberg büszkélkedését, és hiúságnak nevezték. Ugyanakkor azonban kénytelenek voltak elismerni, hogy Heidelberg valóban megvesztegethetetlen város. S ha kényszerítik őket, azt is elismerik, hogy egy ifjú embernek, amikor elhagyta szülővárosát, s tisztességes megélhetés után nézett, elegendő ajánlás volt, ha Heidelberg eresztette szárnyra. De végül is az idők folyamán Heidelberg szerencsétlenségére megsértett egy átutazó idegent. Alkalmasint nem is tudott róla. És bizonyára nem sok gondot okozott neki, mert Heidelberg megelégedett önmagával, s egy fikarcsnyi sem törődött idegen emberek véleményével. Mégis hasznos lett volna, ha ez esetben kivételt tesz, mert az idegen keserű és bosszúálló ember volt. Egy álló esztendeig vándorolt, s szívét mindig bántotta a sérelem, és minden üres percét arra szentelte, hogy megfelelő elégtételt agyaljon ki. Többféle tervet állított fel, s mindegyik jó volt, de egyik sem elég elsöprő erejű. A legvérszegényebb is sok embert megsebzett volna, de ő olyan tervet akart, amely az egész várost átfogja, és senkit sem enged ébbőrrel menekülni. Végezetül szerencsés ötlete támadt, s amikor felvillant agyában, egész lelkét gonosz öröm világította be. Egyszeriben tervezgetni kezdett, és közben így mormogott magában. Ez már igen, meg fogom rontani a várost. 6 hónappal később Heidelbergbe ment, és este 10 felé érkezett bricskáján a bank öreg pénztárosának házához. Egy zsákot vett ki a bricskából, vállára emelte, végig támolygott vele az udvaron, és kopogtatott az ajtón. Szabad, mondta egy női hang, ő belépett, és letette zsákját a szalonban a kandalló mögé. Kérem, maradjon ülve, asszonyom, mondta udvariasan az öreg hölgynek, aki a lámpafényben ülve a misszionárius hírlapot olvasta. Beszélhetnék egy pillanatra a férjével, asszonyom? Nem, elment Brixtonba, s alig jön meg hajnal előtt. Rendben van, asszonyom, nem számít. Csak ezt a zsákot akartam a gondjaira bízni, hogy átadja majd a jogos tulajdonosnak, ha megtalálják. Idegen vagyok. A férje nem ismer. Csak azért utazom át ma éjszaka a városon, hogy elintézzem a dolgot, amely már régóta nyomja a lelkemet. Küldetésem most véget ért, és én büszkén és megelégedve távozom, hogy soha többé ne lássanak. Egy írást csatoltam a zsákhoz, az majd mindent elmagyaráz.
Jó ét, asszonyom. Az öreg hölgy félt a hatalmas, titokzatos idegentől, és boldog volt, hogy eltávozott. Kíváncsisága azonban felébredt. Egyenesen odament a zsákhoz, és kezébe vette az írást. Így kezdődött. Közzétendő, vagy magánnyomozás útján kell az illetőt megkerestetni. Mindkét módszer megfelel. E zsákban 160 font, 4 uncia súlyú aranypénz van. Te jóságos ég, az ajtó nincs bezárva. Mrs. Richards egész testében reszketve az ajtóhoz rohant, bezárta, aztán lehúzta az ablakledőnyöket, s rémülten, dobogó szívvel áldogálva azon töprengett, hogyan biztosíthatná még jobban magát és a pénzt. Egy ideig betörők után fülelt, majd engedett a kíváncsiságnak, visszatért a lámpához, és végigolvasta az írást. Idegen vagyok, és most visszatérek hazámba, hogy végleg ott maradjak. Hálás vagyok Amerikának mindazért, amit kezeiből kaptam, míg földjén tartózkodtam, és különösen hálás vagyok egyik polgárának, egy heidelbergi polgárnak, aki egy vagy két éve nagy szívességet tett nekem. Voltak éppen két nagy szívességet. Meg fogom magyarázni. Szenvedélyes kártyás voltam. Voltam, mondom. Tönkrement kártyás voltam. Éjszaka érkeztem a városba, éhesen, egy fütyig nélkül. Segítségért könyörögtem a sötétben. Nappal szégyeltem volna kéregetni. Jó helyen kértem. Valaki adott nekem $20, vagyis az életet adta, úgy éreztem. Vagyont is adott, mert ebből a pénzből meggazdagodtam a kártyaasztalnál. S végezetül tett egy megjegyzést, amely mindmáig elkísért, és utoljára is legyőzött. Soha többé nem kártyázom. Ma már fogalmam sincs róla, ki volt az az ember. De meg akarom kerestetni, s vissza akarom adni neki a pénzét. Osztogassa el, dobja el, tartsa meg, ahogy neki tetszik. Csak ezen az úton tudom hálámat kifejezni. Ha maradhatnék, magam keresném meg őt. De nem számít, így is előkerül. Heidelberg becsületes város, megvesztegethetetlen város, s tudom, hogy nyugodtan megbízhatom benne. Ezt az embert a nekem tett megjegyzéséről ismerhetni fel. Valami azt csúgja, hogy emlékezni fog rá. Tervem a következő. Ha magánúton óhajtanak kutatni, ám legyen. Mondják el a levél tartalmát mindenkinek, akiről feltételezhető, hogy ő volt a jótevő. Ha azt válaszolja, én voltam, s a szóban forgó megjegyzés így és így hangzott, tegyenek egy próbát. Nyissák ki a zsákot, s találnak egy lepecsételt borítékot, amely a megjegyzést tartalmazza. Ha a jelölt közölte megjegyzés egyezik vele, adják át neki a pénzt, s ne kérdezősködjenek tovább, mert bizonyosan ő a jótevő. Ha azonban a nyilvános kutatást választják, tegyék közzé ezt az írást a helyi lapban a következő utasítások mellett. 30 nap múlva, szerdán, jelenjen meg a pályázó a város nagy termében este 8-kor, és nyújtsa át a megjegyzést lepecsételt borítékban Burgess tiszteletes úrnak, ha szíves lesz elvállalni a szerepet. És Burgess tiszteletes úr törje fel ott a zsák pecsétjeit, nyissa ki, és nézze meg, helyes-e a megjegyzés. Ha igen, adják át a pénzt őszinte hálám kíséretében, így módon felismert jótevőmnek. Mrs. Richards csendesen, reszketve az izgalomtól, leült, s hamarosan elmerült gondolataiban, ilyes formán: micsoda különös dolog,
S mekkora szerencséje van annak a szíves embernek, aki a szelekre bízta pénzecskéjét. Bár csak a férjem tette volna, hisz mi oly szegények vagyunk, oly öregek és szegények. Aztán egy sóhajjal, de nem az én Edvárdom volt, nem. Ő nem adott egy idegennek 20 dollárt. Bizony, nagy kár, most már látom. Aztán megbarzangott. De hiszen ez kártyapénz. A bűn nyeresége. Nem fogadhatnánk el, meg sem érinthetnénk. Nem szeretek a közelében lenni, mintha beszennyezne. Távolabbi székre húzódott. Bár csak megjönne Edvárd, s elvinni a bankba, bármelyik pillanatban jöhet egy rabló, borzasztó, teljesen egyedül ülni itt vele. 11-kor megérkezett Mr. Richards. S mi alatt felesége azt hajtogatta, úgy örülök, hogy megjöttél, ő azt mondta. Fáradt vagyok, halálosan fáradt. Rettenetes dolog szegénynek lenni, s ilyen szörnyű utakat tenni az én koromban, folyton örlődni a fizetésért, más embert szolgálni, míg az gazdagon és kényelmesen otthon üldögél papucsban. Én nagyon sajnállak, Edvárd, tudod jól, de nyugodj meg, megvan a megélhetésünk, becsületes nevünk van. Igen, Méri, és ez a legfontosabb. Ne törődj zúgolódásommal, csak pillanatnyi ingerültség, nem jelent semmit. Csókolj meg, így most minden rendben van, többet nem panaszkodom. Mit kaptál? Mi van a zsákban? Felesége elmondta neki a nagy titkot. Egy percre elkábult, majd így szólt. 166 fontot nyom. Méri, hisz ez 40 000 dollár. Gondolj csak meg, valóságos vagyon. Nincs 10 ember a városban, akinek ekkora vagyona volna. Add ide az írást. Átfutotta. Micsoda kaland! Nem is kaland, kész regény. Olyan, mint azok a lehetetlen történetek, amiket az ember könyvekben olvas, és az életben sohasem lát. Ugyancsak felélénkült, jókedvű, sőt vidám lett. Megpaskolta öreg felesége arcát, stréfással odavetette. Gazdagok vagyunk, Méri, gazdagok! Csak el kell lásnunk a pénzt, és el kell égetnünk az írásokat. Ha a kártyás valaha is eljön tudakozódni, hidegen a szemébe nézzünk, s azt mondjuk. Micsoda értelmetlenségeket beszél itt össze-vissza. Soha nem hallottunk önről és az ön zsák aranyáról. Akkor ostobán bámulna. És míg te viccelődsz, a pénz még mindig itt áll. Pedig lassacskán már elérkezik a rablók órája. Igaz, nos hát mit csináljunk? Magánúton nyomoztassunk? Nem. Ez elrontaná a regényt. A nyilvános út jobb. Gondolj csak el, mekkora port ver fel majd, és a környék összes városát féltékenyé teszi, mert nincs olyan idegen, aki ilyesmit más városra bízna, mint Heidelbergre, és ezt ők is tudják. Nagy lap van a kezünkben. Most el kell mennem a szerkesztőségbe, különben elkésem. De várj, ne hagyj itt vele egyedül, Edvárd! Mr. Richards azonban már elment, de csak rövid időre. Nem messze a házától találkozott a lap szerkesztő tulajdonosával, átadta neki az iratot, s így szólt. Nagyszerű dolgot hozok magának, Cox, tegye bele. Félek, hogy elkésett Mr. Richards, de majd meglátjuk. Otthon ismét leült a feleségével, s megtárgyalták a csodálatos rejtét. Nem tudtak volna aludni. Az első kérdés az volt, ki lehetett az a polgár, aki 20 dollárt adott az idegennek? Egyszerűnek látszott, mindketten egy szusszal feleltek rá. Barclay Godson. Igen, mondta Richards, ő lehetett, és ez nagyon rávallana. Más alig ha tenne ilyet a városban.
Ezt mindenki elismerné, Edward, legalábbis négy szem közt. 6 hónapja a város ismét önmagára talált, becsületes, szűkkeblően öntudatos és fokar. Mindig ezt mondta ő is, halála napjáig a nyilvánosság előtt is. Igen, gyűlölték is érte. Ó, természetesen, de nem törődött vele. Ha jól meggondolom, őt gyűlölték legjobban, Burgess tiszteletes után. Burgess megérdemli. Lesheti, amíg még egyszer parókiát kap itt. Bármi pösvény is a város, tudja, mit gondoljon róla. Edward, nem tűnik furcsának, hogy az idegen éppen Burgess-t jelölte ki döntőbírónak? Hát igen, csak ugyan. Ez... Miért ez a sok ez? Te őt választottad volna? Méri. Lehet, hogy az idegen jobban ismeri őt, mint a város. Hogyan, mit használ az Burgessnek? A férj zavartan kutatott válasz után. Felesége álhatatosan ráfüggesztette szemét és várt. Végül Richards habozva, mint aki valószínűleg ellenvéleménybe fog ütközni, azt mondta, Méri, Burgess nem rossz ember. Felesége ugyancsak meglepődött. Ostobaság! Kiáltotta. Nem rossz ember, tudom. Egész népszerűtlensége abból az egy dologból származik, abból a dologból, amely akkora port vert fel. Ez egy dolog, valóban. Mintha ez az egy dolog nem volna önmagában is elegendő. Bőségesen, bőségesen, csak éppen nem ő volt a bűnös. Mit beszélsz? Nem ő a bűnös. Mindenki tudja, hogy ő a bűnös. Méri, szavamra mondom, ártatlan. Nem hihetem, és nem is hiszem. Honnan tudod? Vallomást kell tennem. Szégyenkezem, de el fogom mondani. Én vagyok az egyetlen ember, aki tudta, hogy ártatlan. Megmenthettem volna, de hisz tudod... Mennyire fel volt zúdulva a város. Nem volt bátorságom kiállni. Mindenki ellenem fordult volna. Nyomorultnak éreztem magam, nagyon nyomorultnak, de nem mertem. Nem volt elég férfiasság bennem, hogy ezt elviseljem. Felesége zavartnak látszott, s egy darabig hallgatott, majd dadogva így szólt. Én nem hiszem, hogy neked akkor nem szabad az a közvéleményt, az embernek annyira kell vigyáznia, annyira nehéz út volt, skátyúba jutott, de csak hamar újra nekivágott. Nagy kár volt, de nem kockáztathattuk meg, Edward, valóban nem. Meg nem engedtem volna neked semmi pénzért. Annyi ember jó akaratát elveszítettem volna, Méri, és engem most az aggaszt, hogy ő mit gondol rólunk, Edward? Ő? Nem is gyanítja, hogy megmenthettem volna. Ó, kiáltotta az asszonya megkönnyebbülés hangján, úgy örülök neki. Amíg nem tudja, hogy megmenthetted volna, nem, igen, így sokkal könnyebb a helyzet. Gondolhattam volna, hogy nem tudja, mert mindig barátkozni akar velünk, ha egy kis bátorítást lát. Már többször kaptam szemrehányást érte. Wilsonék, meg a Wilcoxék, meg a Harknessék mindig kéjelekben mondogatják. Az ön Burgess barátja, mert tudják, hogy ez engem bosszant. Szeretném, ha nem ragaszkodna ennyire hozzánk. Nem értem, miért olyan kitartó. Megmagyarázhatom. Ez újabb vallomás. Mikor a dolog elmérgesedett, s a város kátrányba is tolba akarta hempergetni őt, lelkiismeretem annyira belém nyilalt, hogy nem állhattam meg. Titokban elmentem hozzá, és figyelmeztettem, s ő elszökött a városból, és csak akkor tért vissza, amikor már elült a vihar. Edward, ha a város rájött volna, hallgass! Még most is reszketek, ha rágondolok. Már a tett pillanatában megbántam, s neked is féltem elmondani, nehogy az arcod eláruljon valakinek.
Aznap éjszaka nem aludtam az aggodalomtól, de néhány nap múlva láttam, hogy senki sem gyanakszik rám, és ettől fogva örültem, hogy megtettem. És még most is örülök, Méri, tiszta szívemből örülök. Most már én is, mert szörnyűségesen elbántak volna vele. Igen, örülök, tudod, ezzel tartoztál neki. De Edward, ha mégis kiderülne egyszer, valamelyik nap... Nem derül ki. Miért? Mert mindenki azt gondolja, hogy gozzon tette. Persze, persze. Kétségtelenül. És ő természetesen nem törődött vele. Rábeszélték szegény öreg Salisburyt, hogy menjen el hozzá, s vádolja meg, s ő nagy fenekedve neki is rohant. Goodson végigmérte, mintha teste legundorító porcikáját keresnék ki, és azt kérdezte, tehát maga a nyomozó bizottság? Salisbury mondta, hogy olyan formán áll a dolog. Részleteket is kívánnak, hogy azt hiszi valami általános válasz is kielégíti őket? Ha részleteket is kívánnak, visszajövök, Mr. Goodson. Először megviszem az általános választ. Nagyon helyes, akkor mondja meg nekik, hogy menjenek a pokolba. Azt hiszem, ez elég általános. Adok magának egy tanácsot, Salisbury. Ha visszajön a részletekért, hozza magával kosarat, hogy a porhüvelye maradványait hazavihesse benne. Goodsonra van minden egyes szó. Egyetlen kérdésben volt csak hiú. Azt gondolta, hogy mindenki másnál jobb tanácsokat tud adni. Ezzel befejeződött az ügy, és mi megmenekültünk, Méri. Nem kutattak tovább. Hála Istennek, erről az oldalról már nem fenyeget veszély. Heves érdeklődéssel fordultak ismét a titokzatos zsákarany felé. A társalgás csak hamar meg-megtört, mély töprengés szakította egyre másra félbe. Végezetül Richards teljességgel elmerült gondolataiban. Sokáig üldögélt, lélektelenül bámulva a padlóra, s olykor-olykor kezének kis, ideges, gyötrődésre valló mozdulataival kísérte gondolatait. Közben felesége is gondterhelt hallgatásba veszett, s mozdulatai zavarodott kényelmetlenségről árulkodtak. Egy idő múltán Richards felállt, s céltalanul fel alá botorkált a szobában. Kezével végig szántogatta haját, mint egy alvajáró, akinek nyomasztó álma volt. Aztán valami végső elhatározásnál kötött ki. Szó nélkül feltette a kalapját, és kiment. Felesége feszült arccal töprenkedve ült, s úgy látszott, nem veszi észre, hogy egyedül van. Néha hangosan mormogott. Ne vigy minket, de olyan szegények vagyunk, oly szegények, ne vigy minket, kit károsítanánk meg vele, és senki sem tudná meg, ne vigy minket. A hang dünnyögésbe halt. Nem sokára feltekintett, és félig ijedt, félig boldog hangon motyogta. Elment. Te Istenem, későn érkezhet, későn. Lehet, hogy nincs, lehet, hogy van még idő. Felemelkedett, és gondolkodva megállt, idegesen összefonva, és szétbontva ujjait. Könnyű remegés rázta meg testét, és száraz torokkal nyögte. Isten, bocsássa meg nekem. Rétkes dolog ilyesmit gondolni. Uram, milyenek is a te teremtményeid? Milyen különösek is a te teremtményeid? Kislángra csavarta a gázlámpát, lopva odasündörgött, s letérdelt a zsák mellé, kezével végig tapogatta dudoros oldalát, és szerelmetesen simogatni kezdte. Rajongó fény csillogott öreg szemében. Időnként rébületbe esett, néha-néha magához tért, s motyogott. Ó, csak vártunk volna,
Csak egy kicsit vártunk volna. Miért siettünk annyira? Szerkesztő hazament a hivatalból, és mindent elmesélt a különös eseményről. Mohón megbeszélték, és odajuk adtak ki, hogy a megboldogult Goodson volt az egyetlen ember a városban, aki egy nyomorgó idegennek ilyen csinos, $20 összeget adhatott. Aztán szünet következett, mindketten elhallgattak, és elmélkedni kezdtek. Lassanként idegesség és izgalom fogta el őket. Végezetül az asszony így szólt, mint egy magának. Senki nem tudja a titkot, csak Richardsék és mi. Senki más. A férj könnyű borzongással merült fel gondolataiból, és sóváran nézett feleségére, akinek krétafehérre sápadt az arca. Aztán habozva felállt, lopva rásandított a kalapjára, majd a feleségére, mint egy némán kérdezve. Mrs. Cox kezét a nyakára téve egyet-kettőt nyelt, és válaszképpen bólintott. Egy pillanaton belül egyedül maradt, s magában dünnyögött. Richards és Cox ellenkező irányba loholtak végig az elhagyott utcákon. Lihegve találkoztak a nyomdai lépcső tövében. Az éjszakai fényben megpróbáltak egymás arcából olvasni. Rajtunk kívül senki nem tud róla? Suttogta Cox. Egy lélek sem. Becsület szavamra egy lélek sem, hangzott a suttogó válasz. Talán még nem késtünk el, hogy... Elindultak felfelé a lépcsőn. Ebben a pillanatban utolérte őket egy fiú, és Cox megkérdezte. Te vagy az, Johnny? Igen, uram. Nem kell szétküldened a hajnali szállítmányt, a későbbieket sem. Várja, míg szólok. Már elment, uram? Elment? Kimondhatatlan csalódás csendült meg hangjában. Igen, uram. Brixton és a Brixton vonalán fekvő városok menetrendje megváltozott, ma uram. 20 perccel hamarabb vittem ki a lapot, mint máskor. Rohannom kellett, ha 2 percet kések. A két férfi nem várta meg a folytatást. Megfordult, és lassan visszaindult. 10 percig egy szót sem szóltak. Aztán Cox meggyötört hangon mondta. Nem tudom megérteni. Mi ütött magába, hogy ennyire sietett? A válasz elég alázatosan hangzott. Most már belátom, de tudja valahogy... Nem gondolkodtam, amíg késő nem volt, de legközelebb... Sűsse meg legközelebb! 1000 éven belül sem fordul elő még egyszer. A barátok köszönés nélkül elváltak. És egy halálosan megsebesült ember járásával hazavonszolták magukat. Otthon feleségeik sóvár, nos, kiáltással ugrottak fel, majd látva férjük szemében a választ, gyászosan visszaereszkedtek a székre, anélkül, hogy a magyarázatot megvárnák.
Mindkét házban meglehetősen heves vita következett. Új, szokatlan dolog. Voltak már vitáik, de nem így hevesek, nem így bántók. S mintha a vitában ma éjszaka mindkét helyen a másik házaspárt utánozták volna. Bár csak vártál volna, Edward, mondta Mrs. Richards, bár csak megálltál volna gondolkodni. De nem, neked egyenesen a szerkesztőségbe kell rohannod, s tele kell kürtölnöd a világot. A levélben az állt, hogy tegyük közzé. Nem számít. Az is benne volt, hogy kutassunk magánúton, ha úgy tetszik. Ugye? Igaz vagy nem igaz? Hát igen, igen, igaz, de mikor arra gondoltam, mekkora kavarodást fog csinálni, s milyen bók Heddlebergnek, hogy egy idegen ennyire bízik benne. Hogyne, ezt mind tudom. De ha egy kicsit megállsz gondolkodni, rájöttél volna, hogy az illetőt nem tudod megtalálni, mert sírjában fekszik, se kutyája, se macskája, se rokona nem maradt. Közben pedig olyas valakihez került volna a pénz, akinek rettenetesen nagy szüksége van rá, és senki nem károsodik meg, és sírva összecsuklott. Férje valami megnyugtató dolog után keresgélt, s ezt bökte ki, de különben is méri. Így van ez legjobban. Igen, a legjobban, tudod te is? Jusson eszedbe, hogy így rendelték el. Elrendelték, ó, mindent elrendeltek, ha valaki mentséget akar találni arra, hogy astaba volt. Azt is elrendelték, hogy a pénz ilyen sajátos úton kerüljön hozzánk, és neked mégis bele kellett ütnöd az orrodat a gondviselés szándékaiba, kijogosított fel rá. Bűnös, igen, egyenesen Isten káromló elbizakodottság volt, és nem illett egy szelíd és alázatos tisztviselőhöz. De Méri... Jól tudod, mennyit neveltek bennünket. Az egész várossal egyetemben, teljes életünkön át, míg valósággal második természetünké nem vált, hogy minden pillanatban azt keressük, hol lehetne valami becsületes dolgot véghez vinni. Tudom, az egész életünk folytonos nevelés volt, nevelés és megint nevelés a becsületességre, melyet a bölcsőtől kezdve távol tartottak minden kísértéstől. Ez csak műbecsületesség, gyenge, mint a víz, ha kísértés jön. Ma éjszaka is megfigyelhettük. Isten látja a lelkemet. Sohasem kételkedtem egy morzsányit sem szilárd és megronthatatlan becsületességemben a mai napig, és ma az első valódi nagy kísértésre én, Edward, én azt hiszem, a város becsületessége épp olyan rothat, mint az enyém, rothat, mint a tiéd. Pukarváros ez, kemény, fösvényváros. És nincs az égvilágon más erénye, csak a híres becsületessége, melyre annyira büszke. Úgy éljek, azt hiszem, ha majd eljön a nap, mikor becsületessége nagy kísértésnek lesz kitéve, pompás hírneve úgy összeomlik, mint a kártyavár. Most hát bevallottam mindent, s könnyebben érzem magam. Szélhámos vagyok, s az voltam egész életemben, anélkül, hogy tudtam volna. Ne mondjon engem senki többé becsületesnek, nem akarom. Én, nos, Méri, én is olyas formán érzek, mint te. Nem tagadhatom. Furcsa dolog, nagyon furcsa. Soha nem vittem volna, soha. Hosszú csend következett. Mindketten gondolataikba merültek. Nagy sokára az asszony felnézett, és így szólt. Tudom, mit gondolsz, Edward? Richards olyan zavartan nézett vissza, mint akit tetten értek. Szégyellem bevallani, Méri, de nem számít, Edward. Én is ugyanazt gondoltam. Remélem is. Mondd el. Azt gondoltad... Mi lenne, ha valaki kitalálná a megjegyzést, amit Goodson tett az idegennek? Tökéletesen igaz. Bűnösnek és aljasnak érzem magam. És te? Túl vagyok rajta. Fektessünk le itt egy szalmazsákot. Őrködnünk kell, amíg a bank értékőrzője ki nem nyit, s át nem veszi a zsákot. Ó, drágám! Ó, drágám, ha nem követtük volna el a hibát.
lefektették a szalmazsákot. A varázsige, vajon mi lehet? Kíváncsi vagyok, hogy szólhatott ez a megjegyzés, de gyere, feküdjünk le. És aludjunk. Nem, gondolkodjunk. Igen, gondolkodjunk. Közben Kokszék is végére jutottak civakodásuknak, és megbékélésüknek, falnak fordultak gondolkodni, gondolkodni és gyötrődni, rágódni. Vajon mi lehetett a megjegyzés, melyet Gudzon a zátonyra futott kártyásnak tett? Az aranyat, a 40 000 dollár készpénzt érő megjegyzés. A posta aznap a szokásosnál későbben nyitott ki, mégpedig a következő okokból. Cox lapjának vezetője volt az Egyesült Hírmondó helyi képviselője. Mondhatni tiszteletbeli képviselője, hiszen évenként legfeljebb, ha 4-szer fogadtak el tőle egy-egy 30 szavas jelentést. Most azonban más volt a helyzet. Beszámoló táviratára azonnal kapott választ. Küldje az egész anyagot, minden részletet, 1200 szó. Óriási rendelés. A vezető kitöltötte az űrlapot, s ő volt az állam legbüszkébb embere. Másnap reggel a megvesztegethetetlen Heidelbergöt emlegette minden amerikai száj, Montrealtól a Gulföbölig, Alaszka gleccsereitől a narancsligetes Floridáig. És millió ember vitatkozott az idegenről és pénzes zsákjáról, és találgatta, vajon meglelik-e az adakozót. Reménykedett, hogy hamarosan újabb hírek érkeznek az eseményről azonnal. Heidelberg városa világhírre ébredt. Meglepődötten, boldogan, hiún. Minden elképzelést felülmúlóan hiún. 19 vezető polgára feleségestül látogatóba indult egymáshoz. Kezet ráztak, fénylettek, mosolyogtak és gratuláltak egymásnak, és azt mondták, a szótár ím új szóval bővült, Heidelberg a megvesztegethetetlen szinonimája lett, s örökké élni fog a szótárakban. A kisebb, jelentéktelen polgárok is körbejártak feleségeikkel, és hasonlóképpen viselkedtek. Mindenki rohant a bankba, hogy lássa a zsák aranyat. És még 12 előtt megvántott és irigy tömegek kezdtek áramlani Bixton és a környező városok felől. Délután és másnap újságírók érkeztek mindenünnen, hogy megvizsgálják a zsákot, meghallgassák történetét, újból megírják a szenzációt, és merész szabadkézi rajzokat készítsenek a zsákról, Richard Szék házáról, a bankról, a presbiteriánus templomról, a baptista templomról, a főútvonalról, meg a város nagy terület, ahol ellenőrzik majd a jelentkezőt, és a pénzt átadják. Meg szörnyűséges arcképeket Richard Székről, Coxról, alapvezetőjéről, Burgess tiszteletesről, a postamesterről, sőt, még Jack Hallidayról is, aki csavargó, jólelkű, jelentéktelen, tiszteleten halász-vadász ember. A fiúk és a kóborkutyák barátja egy szóval jellegzetes falurossza volt. A vézna pipiskedő kenetteljes Pinkerton megmutatta a zsákot minden jövevénynek, örvendezve dörzsölgette sima kezét, és hosszasan fejtegette, milyen régi a város becsületességének a híre, micsoda dicsfényt vont köréje a csodálatos esemény, és remélte és hitte, hogy a jó példa eljut Amerika legkisebb zugába is, és korszakalkotó jelentősége lesz erkölcsi újjászületésében. Az izgalom azonban
Egy héten belül ismét elült. A gőg és az öröm vadmámora finom, édes halk örömmé lágyult, valami mély, névtelen, kimondhatatlan megelégedettséggé. Minden arcon békés, szent boldogság ragyogott. S jött a változás. Fokozatos változás volt. Olyan fokozatos, hogy a kezdetét alig vették észre. Lehet, hogy senki sem figyelt fel rá, csak Jack Halliday, aki mindent észrevett. És bármi légyen is az, mindenből tréfát csinált. Itt-ott ingerkedő megjegyzéseket tett, hogy az emberek nem látszanak olyan boldognak, mint egy-két nappal ezelőtt. Majd azt állította, hogy az új jelenség tényleges bánattá sötétedett. Azután, hogy idestova olyan már, mint egy betegség. S mindenki olyan töprengő, gondterhelt és szórakozott, mondta végül, hogy akár a város legfukarabb emberének a zsebéből is ki tudna lopni egy centet, s az fel sem ébredne révületéből. Ezen a fokon, vagy nagyjából ezen a fokon, mind a 19 vezető család feje ilyesforma mondatocskát szokott elhullajtani lefekvéskor, rendszerint egy sóhaj kíséretében. Vajon milyen megjegyzést tehetett Goodson? És a felesége megborzongott, s azonnal válaszolt. Hagyd már, milyen szörnyűséget forgatsz a fejedben. Üszd ki magadból az Istenért. De másnap este ugyanaz a kérdés sajtolódott ki a férjekből, s ugyanúgy letorkolták őket, csak éppen gyengébben. És harmadik este a férjek megint kinyögték a kérdést, gyötrődve és szórakozottan. Ez alkalommal, s a következő este a feleségek erőtlenül mocorogtak, és felelni akartak valamit, de nem feleltek. A következő este már megtalálták a hangjukat, és sóvárogva válaszoltak. Ó, ha csak sejtenénk is! Halliday fejtegetései napról napra szikrázóbbak, kellemetlenebbek és becsmérlőbbek lettek. Szorgosan körbejárt, és polgáraiban és egészében kinevette a várost. De nem is nevetett más a városban. Hangja kongó, gyászos sivatagba és űrbe halt. Egy árva mosolyt sem lehetett találni. Halliday egy állvánnyal és egy szivaros dobozzal járkált. A fényképészt játszotta, s a járókelőket megállítva rájuk irányította a gépet. Kész, barátságos arcot kérek! De ez a ragyogó tréfa sem lágyíthatta mosolygóvá a fagyos arcokat. Így múlott el három hét. Már csak egy volt hátra. Szombat este volt vacsora után. A szokásos szombatesti kavargás, sürgés-forgás, vásárlás és bolondozás eltűnt, az utcák üresen és elhagyottan kongtak. Richards és felesége egymástól elhúzódva ültek a kis szalomban, töprengve és szerencsétlenül. Ez immáron esti szokásukká vált. Egy élet szokásai, az olvasás, kötés, megelégedett csevegés, látogatás és a vendégség meghaltak, elfelejtődtek századok óta, két vagy három hét óta. Ma senki sem beszélgetett, senki sem olvasott, senki sem kukkantott be. Az egész város otthon ült, sóhajtozott, emésztődött, hallgatott. Ki akarta találni a megjegyzést? A postás levelet hozott. Richards kedvetlenül pillantott a címzésre és a pecsétre, mindkettő ismeretlen volt, odalökte a levelet az asztalra, és visszatért késő bánatához, és reménytelen süket nyomorúságához. Két-három óra múltán a felesége törődötten felállt, s feküdni indult, köszönés nélkül, mostanában így szokták, de a levél mellett megállt, egy darabig feszült figyelemmel nézegette, aztán feltörte és végigfutott rajta. Richards, aki állát a
térde közé sunyta, és székét a falnak döntve üldögélt, valami esést hallott. A felesége volt. Odaugrott hozzá, de az asszony felkiáltott, hagyj magamra, olyan boldog vagyok, olvasd el a levelet, olvasd! Elolvasta. Örvénylő adja nyerte a betűket. A levél egyik távoli államból jött, s így szólt. Ön nem ismer engem, de ez nem számít. Valami közölni valom van önnel. Éppen megérkeztem Mexikóból, s hallottam az eseményről. Ön persze nem tudja, ki tette a megjegyzést, én azonban tudom, s én vagyok az egyetlen élő, aki tudja. Kudzan tette. Évekkel ezelőtt jól ismertem őt. Azon a bizonyos éjszakán átutaztam városukon, s vendége voltam, míg az éjféli vonat meg nem érkezett. Hallottam, amint a sötétben beszél az idegennel, a dolog a Hélfasorban történt. Hazafelé menecs otthon dohányzás közben elbeszélgettünk a dologról. A beszélgetés során jó néhány polgártársáról megemlékezett, de mire nem nagyon hízelgő formában, kettő-háromról azonban kedvezően nyilatkozott, köztük önről is. Hangsúlyozom, csak kedvezően. Emlékszem, azt mondta, hogy senkit sem szeret a városban, senkit, de ön, azt hiszem, önt említette, majdnem biztos vagyok benne, egyszer nagy szolgálatot tett neki, valószínűleg anélkül, hogy a teljes értékét felmérhette volna, s ezért, ha vagyona lenne, halála után önre hagyná, a többi polgárra pedig fejenként egy-egy átkot. Ha ön tette neki azt a szolgálatot, akkor ön a törvényes örököse, s a zsákarany jogos tulajdonosa. Tudom, hogy megbízhatom az ön becsületében és tisztességében, hisz ezek az erények Heidelberg lakosainak megtámadhatatlan örökségéhez tartoznak, és ezért tudomására hozom a megjegyzés szövegét. Meg vagyok győződve róla, hogy ha nem önt említette Gudzon, meg fogja keresni az igazi örököst, és azon lesz, hogy Gudzon hálája a fentebb említett szolgálatért kifejezésre juthasson. A megjegyzés a következő. Te nem vagy gonosz ember. Menj és javulj meg. Howard L. Stevenson. Ó, Edward, a pénz a miénk, és én olyan hálás vagyok, olyan hálás. Csókolj meg, drágám, egy örökké valóság, hogy utoljára megcsókoltuk egymást, és oly nagy szükségünk lenne rá a pénzre. Most megszabadultál Pinkertontól és a bankjától. Nem vagy többé senki rabszolgája. Úgy érzem, röpülni tudnék az örömtől. A házas pár egy boldog fél órát töltött a pamlagon, egymást csimogatva. A régi napok tértek vissza újra, napok, amelyek jegyességükkel kezdődtek, s törés nélkül folytatódtak, míg az idegen el nem hozta a végzetes pénzt. Ó, Edward! Milyen szerencse, hogy szegény Gudzonnak azt a nagy szívességet tetted! Sohasem szerettem őt, de most meg tudnám csókolni. Szép és nemes volt tőled, hogy sohasem említetted, hogy hencegtél vele. Majd halk szemrehányással. De nekem el kellett volna mondanod, Edward. A feleségednek el kellett volna mondanod, nem igaz? Hát, tudod... Ne nyökögj és dadogj, hanem mesélj el mindent szépen, Edward. Én mindig szerettelek, s most büszke vagyok rád. Miért nem meséled el nekem? Hát, nem tudom, Méri. Nem tudod? Miért nem tudod? Tudod, nos, ő megígértette velem, hogy nem mondom el. Az asszony végigmérte, és nagyon bontatottan kérdezte. Megígértette veled? Edward, miért mondod ezt nekem? Méri, csak
Csak nem gondolod, hogy hazudni fogok? Az asszony egy darabig zavart volt, s hallgatott, aztán férje kezébe tette a kezét. Nem, nem, eléggé elrugaszkodtunk a szokásainktól. Isten bocsássa meg nekünk. Egész életedben sohasem hazudtál. De most, hogy az életünk alapja szinte összeomlik, mi... Egy percre elcsuklott a hangja, majd szaggatottan folytatta. Ne vigy minket a kísértésbe. Elhiszem, hogy ígéretet tettél, Edward, maradjunk ennyiben, ne bolygassuk a kérdést. Most már ez mind elmúlt. Legyünk ismét boldogok, ne felhősítsük el öreg napjainkat. Edwardnak erőlködnie kellett, hogy felelni tudjon. Az esze elkalandozott. Megpróbált rájönni, miféle szolgálatot tehetett Goodsonnak. Richards erőlködött, hogy felelni tudjon magának. Az esze elkalandozott, megpróbált rájönni, miféle szolgálatot tehetett Goodsonnak. A házas pár az éj nagy részét ébren töltötte. Mary boldogan és töprenkedve, Edward töprenkedve, de nem olyan boldogan. Mary eltervezte, mit fog csinálni a pénzzel. Edward a szívességet próbálta eszébe idézni. Lelkiismerete eleinte nyugtalankodott a hazugság miatt, amit Mérinek mondott, ha ugyan hazugság volt. Na és, nem kell úgy felfújni a dolgot. Vajon nem hazugság a legtöbb cselekedetünk? Miért ne legyen akkor az a szavunk is? Lám csak, Méri, nézzük meg, mit csinált. Mit tett, amíg ő tisztes küldetését bevégezni segített? Siránkozott, hogy nem semmisítették meg az írásokat, s nem tartották meg a pénzt. Kisebb bűn a lopás, mint a hazugság. A kérdés elvesztette fullánkját, a hazugság háttérbe húzódott, s megbékélést hagyott maga után. Előugrott azonban a következő kérdés. Tette ő valamiféle szívességet? Nos, itt van Stevenson levelében Goodson saját tanúságtétele, egyenes bizonyítéka, hogy tett. Természetesen, így hát ez a kérdés is elintéződött. Nem, nem egészen. Egy kis borzongással emlékezett vissza, hogy az ismeretlen Mr. Stevenson valamelyest bizonytalan volt. És nem állította, hogy a jótevő feltétlenül Richards, és, ó Istenem, a becsületére bízta. Saját magának kell eldöntenie, hová kerüljön a pénz, és Mr. Stevenson nem kételkedett, hogy ha nem ő a keresett, becsületesen neki áll, és felkutatja az igazit. Lelketlenség egy embert ilyen helyzetbe hozni. Miért nem hagyta Stevenson a fenébe ezt a kétséget? Mi a csodának akart ezzel zavarogni? További fejtörés. Hogyan történhetett, hogy a szívességgel kapcsolatban éppen Richards neve maradt meg Stevenson emlékezetében, s nem valaki másé? Ez biztató. Igen, ez nagyon biztató. Valóban percről percre biztatóbb lett, míg
tárgyi bizonyítékkel nem nőtt. Ekkor Richard száműzte agyából a kérdést, mert valami ösztön azt csúgta, hogy a meglelt bizonyítékokat legjobb békén hagyni. Most már meglehetősen jól érezte magát, de még egy részlet volt, amely a tudatába tolakodott. Persze, hogy szívességet tett, ez tisztázódott, de miféle szívességet? Eszébe kell jutnia. Nem tud aludni, míg eszébe nem jut. Ezzel teheti teljessé lelke békéjét. És gondolkodott, gondolkodott. Tucatnyi dologra gondolt. Lehetséges, sőt valószínű szívességekre, de egyik sem látszott megfelelőnek, egyik sem tűnt elég nagynak, egyik sem ért fel a pénzzel, a vagyonnal, amelyet Goodson a végrendeletében szeretett volna hátrahagyni. Azon kívül nem emlékezett rá, hogy bármit is tett volna. Akkor hát miféle szívesség lehetett az, amely egy embert ilyen rendkívüli hálára kötelezett? A lelki üdvét mentette meg, ez az. Igen, emlékszik, hogyan akarta egyszer megtéríteni Goodsont, s munkálkodott érte legalább, 3 hónapot akart mondani, de az gondosabb vizsgálódásra 1 hónappá zsugorodott, majd 1 hétté, hamarosan 1 nappá, és végül semmivé. Igen, most már túl élességgel emlékezett, hogy Goodson azt mondta neki, menjen a pakolba, s törődjön a saját dolgával, ő nem óhatja követni Heidelberget a mennyországba. Ez a megoldás tehát hibás. Nem mentette meg Goodson lelkét. Richards elbátortalanodott. Kis idő múltán újabb ötlete támadt. Megmentette Goodson vagyonát? Nem, ez nem jó, nem volt neki. Az életét? Megvan! Persze, persze! Előbb is eszébe juthatott volna. Most biztosan jó nyomon jár. Képzelet malma 1 perc alatt kemény munkába kezdett. 2 kimerítő óra hosszat szorgosan mentette Goodson életét. Különféle nehéz és veszélyes körülmények között mentette meg. Minden alkalommal kielégítően megmentette bizonyos pontig, mikor aztán majdnem elhitte, hogy valóban megtörtént, mindig felbukkant valami zavaró részlet, amely az egészet felborította. A vízbe fulladásnál például beúszott a mélybe, és partra vonszolta az eszméletlen Goodsont, a parton álló nézősereg ujjongása közepette, már kitalálta, s kezdett visszaemlékezni az egészre, mikor egy csomó cáfoló részlet akadt elébe. A város tudott volna az eseményről. Méri tudott volna. Reflektorként világítana saját emlékezetében, s nem bújna meg észrevétlen szívességként, melynek teljes értékét fel sem mérheti. Ennél a pontnál eszébe jutott, hogy egyáltalán nem tud úszni. Ez a mozzanat kezdettől fogva elkerülte a figyelmét. Olyan szívességet tett, amelynek teljes értékét valószínűleg fel sem tudja mérni. Ez könnyebb vadászat lesz, sokkal könnyebb, mint az előbbiek. És bizony, lassacskán meg is találta. Goodson évekkel ezelőtt majdnem elvett egy Nancy Hewitt nevű, nagyon édes és csinos lányt, de valami úton, módon az eljegyzés szétbomlott. A lány meghalt, Goodson aglegény maradt és keserű, őszinte gyűlölője lett az emberi nemnek. Röviddel a lány halála után a város rájött, vagy arra gyanakodott, hogy egy kanálnyi négervér volt az erejében. Richards sokáig rendezgette ezeket a részleteket, s végül úgy vélte, emlékezik dolgokra, melyek az eseményre vonatkoznak, s a hosszú figyelmetlenség következtében agya mélyére húzódtak. Mintha homályosan emlékezne, hogy ő jött rá a néger eredetre.
Ő mesélte a városnak. A város elmondta Goodsonnak, honnan szerezte értesülését, s így ő megmentette Goodsont, hogy egy tisztátalan lányt vegyen el. Ezt a nagy szívességet tette neki, anélkül, hogy a teljes értékét fel tudta volna mérni, sőt, anélkül, hogy egyáltalán tudott volna róla. De Goodson felmérte az értékét, és tudta, milyen hihetetlen szerencsével menekült meg, és ezért hálásan száll a sírba, s szeretett volna vagyonos lenni, hogy meghálálhassa a jó téteményt. Most már minden tiszta és egyszerű volt, s minél többször gondolta át, annál világosabbá és biztosabbá vált, mikor megelégedetten és boldogan alváshoz készülődött, úgy emlékezett az egész dologra, mintha tegnap történt volna. Valóban. Halványan eszébe ötlött, hogy Goodson egyszer kifejezte háláját. Közben Mary 6000 dollárért új házat vett magának, s egy pár papucsot a lelkésznek, és utána békésen álomba merült. Ugyanazon szombat estéjén a postás minden vezető polgárnak kézbesített egy levelet, 19-et összesen. Nem volt köztük két egyforma boríték, két címzés, amelyet ugyanaz a kéz írt volna, de belülről azonosak voltak. Minden részletükben, egy pont kivételével. Hű másolatai voltak a Richards kapta levélnek, kézírásban és mindenben, mindegyiket Stevenson írt alá, de Richards neve helyett mindenütt a címzett saját neve szerepelt. 18 vezető polgár viselkedett úgy egész éjszaka, mint sorstársuk Richards. Teljes energiával fel akarták idézni, miféle említésre méltó szolgálatot tettek öntudatlanul is Barclay Goodsonnak. Nem volt éppen könnyű munka, de végül is eredményre vezetett. S míg ők e nehéz munkával foglalatoskodtak, feleségeik egész éjszaka költötték a pénzt, ami sokkal könnyebb. Egy éjszaka leforgása alatt a 19 feleség átlagban 7000 dollárt költött el a zsákbeli 40 000-ből, összesen 133-at. A következő nap meglepetést hozott Jack Hallidaynek. Megfigyelte, hogy a 19 fő polgárnak és feleségeinek arca ismét a békés és szent boldogság fényében tündököl. Nem érthette, sőt, megjegyzéseket sem talált, melyek megzavarnák vagy elrontanák az új jelenséget. Immár rajta volt a sor, hogy az élettel elégedetlen legyen. A boldogság okára vonatkozó titkos ötletei egy kis nyomozás után minden esetben hamisnak bizonyultak. Mikor Mrs. Wilcox-szal találkozott, és észrevette arcán a derűs elragadtatást, azt mondta magában, a macskájának kölykei születtek, és elment megkérdezni a szakácsot. Nem volt igaza. A szakács is felfedezte a boldogságot, de nem ismerte az okát. Mikor Halliday pókhasú Bilson arcán rátalált az elragadtatás ikertestvérére, biztos volt benne, hogy Bilson valamelyik szomszédja a lábát törte, de a tudakozódás rácáfolt sejtéseire. Gregory Yates arcán az elfojtott révület csak egyet jelenthetett. Szegényebb lett egy anyóssal, de ez is hamis nyom volt. És Pinkerton? Pinkerton bezsebelt 10 centet, melyről már lemondott. És így tovább, és így tovább. Némely esetben a találgatás holtpontra jutott. Máskor nyilvánvaló tévedésnek bizonyult. Végül Halliday így marfondírozott magában. Kétségtelen, hogy 19 Heddleburgi család átmenetileg a mennyországba került, nem tudom, hogyan történhetett, de a gondviselés bizony megfeledkezett ma a kötelességéről.
A szomszédos államból nemrégiben átköltözött egy építész és vállalkozó, hogy valami kis forgalmat csináljon ebben a kevés reménnyel kecsegtető városban, és a táblája már egy hete kinfüggött. Még egyetlen fél sem nyitott be hozzá. Elbátortalanodott, s megbánta, hogy idejött. Szerencséje azonban hirtelen megfordult. Először egyik, majd a másik vezetőpolgár felesége mondta neki négy szem közt. Hétfőhöz egy hétre nézzen el hozzám, de egyelőre ne szóljon róla senkinek. Szeretnénk építkezni. Aznap 11 meghívást kapott. Éjszaka írt a lányának, s megszakítatta jegyességét az egyetemi hallgatójával. Ezerszerte jobb házasságot köthet, írta. Pinkerton a bankár és két-három jómódú ember nyári lakokról ábrándozott, de egyelőre várt. Az ilyen ember csak akkor számolja a csirkéit, mikor már meg vannak sütve. Wilsonék csodálatos új dolgot terveztek, álarcos bált. Nem tettek kötelező ígéretet, de összes ismerősüknek elmondták, hogy gondolkoznak rajta, és alig hanem meg fogják rendezni, és ha igen, titeket természetesen meghívunk. Az emberek meglepődtek. Megőrültek szegény Wilsonék? Nem engedhetik meg maguknak, hajtogatták. Jó ötlet. Csendben maradunk, míg ez az olcsó récsaj lezajlik, aztán olyat rendezünk, hogy a sárga irítség eszi majd őket, mondotta jó néhány a 19 asszony közül férjének. A napok repültek, és az eljövendő költekezések számlája egyre magasabbra ágott, egyre vadabb, bolondabb és meggondolatlanabb lett. Mintha a 19-ek minden egyes tagja elköltené az átvétel napja előtt nem csak a 40 000 dollárt, hanem adósságba is verné magát, mielőtt a pénzt megkapja. A könnyelműbbek némely esetben nem álltak meg a tervezgetésnél, hanem valóban költekeztek is. Hitelre. Földet, jelzálok kölcsönt, farmakat, részvényeket, szép ruhákat, lovakat és egyéb értékeket vettek, letették a foglalót, s kötelezték magukat, hogy kiegyenlítik a tartozást 10 napon belül. Ekkor hirtelen felébredt a józan meggondolás, s Halliday megfigyelhette, hogy jó néhány arcon halálos rémület borong. Ismét zavarban volt, s nem tudta, mire véje. Wilcoxék macskái nem döglöttek meg, mert meg sem születtek. Senkinek sem tört el a lába. Anyósokban sincs fogyatkozás. Semmi nem történt. Megfejthetetlen rejtély. Még egy ember volt zavarban, Burgess tiszteletes. Napokon át, bármerre ment is, az emberek követni látszottak őt, vagy figyelték útjait, s ha végre egy magányos helyet talált, biztos lehetett benne, hogy a 19-ek valamelyik tagja megjelenik, titokba kezébe gyömöszöl egy borítékot, s azt súgja, felbontandó szerdán este a város nagy termében, aztán eltűnik, mint a tolvaj. Egy igénylőre számított, arra sem biztosan, lévén Goodson halott, és nem is gondolta volna, hogy ez a tömeg mind igénylő lehet. Mikor végre elérkezett a nagy nap, 19 borítékot számolt össze. Város nagy terme sohasem volt szebb. Végén az emelvény háta mögött zászlók látványos kárpitja húzódott. A falon egyenlő távolságra zászló füzérek. A karzat párkánya zászlóba öltözött. Lent az oszlopokat zászlók borították. Mindez a meglehetősen nagy számban várható, és többnyire a sajtóval kapcsolatban álló idegenek lenyűgözésére készült. A terem zsúfolásig megtelt.
A 412 állandó széket elfoglalták, hasonlóképpen a 68 pótszéket is, melyeket az átjárókba zsúfoltak be. Az emelvény lépcsőit elfoglalták. Néhány előkelő idegen az emelvényen kapott helyet. A patkó alakú asztaloknál, melyek az emelvény elejét és oldalát bástyázták körül, a mindenünnen ide sereglett újságírók jókora csapata ült. Ilyen elegánsan öltözött gyűlést még nem látott a város. Volt néhány meglehetősen költséges öltözék is, s a hölgyek egy része úgy látszott kényelmetlenül érzi magát benne. Legalábbis a helybeliek azt gondolták, de ez a benyomás alkalmasint onnan származott, hogy a város tudomása szerint ezek a hölgyek sohasem viseltek még ilyen ruhát. A zsák arany kis asztalon állt, az emelvény főhelyén, ahol az egész terem láthatta. A jelenlévők nagy része heves érdeklődéssel, nyálcsorgató érdeklődéssel, sóvár és szenvedélyes érdeklődéssel merett rá. A 19 párból álló kisebbség gyengéden, szerelmetesen a tulajdonos szemével nézegette. A kisebbség férfi tagjai pedig azt a megható kis rögtönzést mondogatták magukban, melyen nem sokára megköszönik a közönség tapsát és a feléjük áradó szerencse kívánatokat. Egyszer egyik, másszor másik vett elő kabátja zsebéből egy darabka papírost, és titokban rásandított, hogy emlékezetét felfrissítse. Mint mindig, természetesen most is beszélgetés maraja töltötte el a termet, mikor azonban Burgess tiszteletes felállt, s kezét a zsákra tette, olyan csend lett, hogy a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Elmondta a zsák különös történetét, majd beszélt Heidelberg makulátlan becsületességének régi, jól kiérdemelt híréről, s arról, milyen büszke a város erre a hírnévre. Hangsúlyozta, hogy ez a hírnév felbecsülhetetlen értékű kincs, s hála a gondviselésnek, értéke most hallatlanul megnövekedett, mert az újabb esemény híre országszerte elterjedt, s Amerika a városra irányította tekintetét, s ő reméli és hiszi, hogy Heidelberg neve immáron minden időkre a kereskedelmi tisztesség szinonimája lett. Taps. És ki e nemes kincsőre? Talán az egész közösség? Nem. Nem közösségi, hanem egyéni a felelősség. A mai naptól fogva kirendelt őre mindegyik őtök a saját személyében, és egyénileg felelős, hogy e kincset kár ne érje. Elfogadjátok? Elfogadja mindegyik őtök ezt a nagy bizalmat? Hatalmas lelkesedés. Akkor minden rendben van. Adjátok tovább gyermekeiteknek és gyermekeitek gyermekeinek. Tisztaságtok ma fényes, mint a nap. Vigyázzatok, hogy az is maradjon. Ma nincs közöttetek egyetlen ember, akit rá lehetne csábítani, hogy idegen pénzhez nyúljon. Maradjatok is meg e kegyelem állapotában. Megmaradunk, megmaradunk. Nem akarok most párhuzamot vonni városunk és más közösségek között, bár némelyik lebecsül bennünket, járjon ki a maga útján. Mi megelégszünk a magunkéval. Taps. Befejeztem. Kezem alatt nyugszik barátaim, tisztességünk hangos dicsérete, s rajta keresztül a világ mától fogva mindig tudni fogja, kik vagyunk. Nem tudjuk, ki az adományozó. De nevetekben kifejezem hálátokat, és kérlek benneteket, hagyjátok jóvá szavaimat. A terem egy emberként állt fel, és egy hosszú percig megremegtette a falakat, köszönete megnyerdéseivel.
Nem akarok most párhuzamot vonni városunk és más közösségek között, bár némelyik lebecsül bennünket. Járjon ki a maga útján. Szónokolt Burgess tiszteletes a városházán összegyűlteknek. Taps. Befejeztem. Kezem alatt nyugszik barátaim. Tisztességünk hangos dicsérete. S rajta keresztül a világ, mától fogva mindig tudni fogja, kik vagyunk. Nem tudjuk, ki az adományozó, de nevetekben kifejezem hálátokat, s kérlek benneteket, hagyjátok jóvá szavaimat. A terem egy emberként állt fel, és egy hosszú percig megremegtette a falakat köszönete mennydörgéseivel. Aztán leültek, és Mr. Burgess elővett a zsebéből egy borítékot. A közönség visszatartotta a lélegzetét, míg a borítékot felvágta, és kivett belőle egy papírszeretkét. Felolvasta a szövegét, lassan és nyomatékosan, és a hallgatóság megszállott figyelemmel hallgatta a varázslatos írást, melynek mindegyik szava egy-egy aranyrudat ért. A megjegyzés, melyet a nyomorba jutott idegennek tettem, a következő volt. Te korán sem vagy gonosz ember. Menj és javulj meg. Majd folytatta. Egy percen belül tudni fogjuk, vajon az idézett megjegyzés egyezik-e a zsákban elrejtett szöveggel. S ha igen, és kétségtelenül egyezni fog, ez a zsák arany egyik polgártársunké, aki mától kezdve példaképe lesz annak a sajátos erénynek, mely városunkat országszerte híressé tette. Mr. Bilson! A hallgatóság már készülődött, hogy megfelelő tapsviharban törjön ki. Most azonban, mintha megbénult volna. Egy-két pillanatig mélységes hallgatás uralkodott, majd suttogások hulláma borította el a termet ilyen formán. Bilson, ugyan ne nevettesse ki magát. $20 egy idegennek vagy bárkinek, Bilson, mesélje a keresztanyjának. Hirtelen a meglepetés új rohama folytotta mindenkibe a lélegzetet, mert felfedezték, hogy míg a terem egyik részében Bilson egyházközségi tanácsosá szelíden meghajtott fejjel, a másik részében Bilson ügyvéd teszi ugyanezt. Egy darabig csodálkozó hallgatás ült az embereken. Mindenki meghökkent. 19 pár pedig meglepődött és méltatlankodott. Bilson és Wilson egymásra bámult. Bilson harapósan kérdezte. Miért áll ön, Mr. Bilson? Mert jobban van hozzá. Talán szíves lesz megmagyarázni a gyűlösnek, miért áll ön? Boldogan, mert én írtam a levelet. Szemtelen hazugság, én magam írtam. Most Burgess merevedett meg. Értetlenül bámult először az egyik, majd a másik emberre, s úgy látszott, nem tudja, mit csináljon. A hallgatóság elképett. Wilson ügyvéd nyitotta először szóra a száját. Megkérem az elnököt, olvassa fel az aláíró nevét. Ettől az elnök magához tért, és felolvasta a nevet. John Wharton Bilson. Na lám, kiáltotta Bilson. Mit tud felhozni mentségére? Hogyan kér bocsánatot tőlem, és a megsértett gyűléstől a galátságért, melyet itt véghez akart vinni? Nincs szükség bocsánatkérésre, uram. Ami pedig a többit illeti, én nyilvánosan megvádolom önt, hogy ellopta a levelemet Mr. Burgess-től, és a saját aláírásával ellátott másolattal helyettesítette. Másképp nem juthatott birtokába a megjegyzésnek, mert minden élők között egyedül én ismerem a szövegtitkát. Alig hanem botrány tör ki, ha ez tovább folytatódik. Mindenki elszomorodva látta, hogy a gyorsírók, mint az őrültek jegyeznek. Elnök, elnök, rendet, rendet, kiáltották többen. Burgess csöngetett. Ne feledkezzünk meg az illemről, mondta.
Valahol bizonyára tévedés történt, más baj nincs. Ha Mr. Wilson átadott nekem egy borítékot, most már emlékszem rá, akkor nálam is van. Kivette a zsebéből, kinyitotta, rápillantott, meglepődöttnek és aggodalmasnak látszott, és néhány pillanatig hallgatagon állt. Aztán öntudatlanul, gépiesen intett a kezével, erőlködött, hogy valamit szóljon, és reménytelenül abbahagyta. Olvassa fel! Olvassa fel! Mi az? Követelte több hang. Kábultan, államkórosan kezdett neki. A következő megjegyzést tettem a boldogtalan idegennek. Te nem vagy gonosz ember? A gyűlés álmélkodva menett rá. Menj és javulj meg! Mormogás! Hihetetlen! Mit jelenthet ez? Aláírás, folytatta az elnök, Charlo G. Wilson. Na lássa, kiáltotta Wilson. Azt hiszem, ez tisztázza a kérdést. Meg vagyok győződve róla, hogy ellopták a feljegyzésemet. Ellopták, vágott vissza Wilson. Közlöm önnel, hogy sem ön, sem a pereputja nem merészkedhet. Elnök, csend, uraim, csend! Szíveskedjenek mindketten helyet foglalni. Fejüket rázva, és mérgesen dünnyögve engedelmeskedtek. A terem mélységes zavarban volt. Nem tudta, mit kezdjenek különös véletlennel. Egyszerre csak felállt Thompson. Thompson a kalapos volt. Szeretett volna a 19-ek közé tartozni, de hiába, a kalap állománya nem volt elég tekintélyes. Elnök úr, szabad lenne felvetnem valamit? Lehet-e mindkét úrnak igaza? Kérdem öntől, uram, mondhatták-e mindketten ugyanazon szavakat az idegennek? Én azt hiszem... Felállt a tímár és félbeszakította. A tímár zsémbes ember volt. Úgy érezte, jogszerint a 19-ek közé kellene tartoznia, de nem tudott elismerést szerezni. Ez kissé kellemetlenkedővé tette szokásaiban és beszédében. Fenéket, nem erről van szó! Bömbölte. Ez megesett minden 100 évben kétszer, de a másik nem. Egyikőjük sem adott 20 dollárt. Zúgó taps. Wilson. Én igen? Wilson. Én igen? Megint mindketten tolvajlással vádolták egymást. Elnök, csendet kérek, mindketten üljenek le. Egyik boríték sem került ki a kezemből, egyetlen pillanatra sem. Egy hang. Helyes, ez hát tisztázódott. A tímár. Elnök úr, valami immár világos. Kettejük közül az egyik a másik ágya alatt hallgatózott, és családi titkokat csentel. Ha nem vétek a szabályok ellen, megjegyzem, hogy mindkettőről feltételezhető. Elnök, rendre utasítom, visszavonom a megjegyzést, és mindössze arra utalok, hogy most elcsíphetjük a tolvajt, ha netán valamelyik kihallgatta, amikor a másik közölte a feleségével a bizonyíték szöveget. Egy hang. Hogyan? A tímár. Könnyen! A két idézet nem szóról szóra azonos. Ön is észreveszi, ha a két felolvasást nem választja el akkora idő, és olyan izgalmas civakodás. Egy hang. Nevezze meg a különbséget! A tímár. A Korán sem szót megtalálja Wilson szövegében, a másikban nem. Több hang. Helyes, igaza van. A tímár. Tehát, amikor az elnök megvizsgálja a lepecsételt levelet a zsákban, meg fogjuk tudni, melyik csaló, elnök, rendre utasítom, melyik kalandor, elnök, rendre utasítom, melyik úriember, nevetés és taps, viselheti joggal a város első becstelen fecsegője címet e beszennyezett városban, amelynek kövei mától kezdve égni fognak a talpa alatt. Élénk taps. Több hang. Kinyitni! Nyissa ki a zsákot! Mr. Burgess felmetszette a zsákot, belecsúsztatta a kezét, s kihúzott egy borítékot. Néhány összehajtogatott írás volt benne. Csak akkor nyitható fel, miután az elnökhöz eljuttatott összes írásokat felbontották, olvasta az egyikről. A másik felirata a végrendelet, ha megengedik, felolvasom.
Nem kívánom, hogy a jótevőn mondott a megjegyzés első fele pontosan idéztessék, mivel nem volt különösen meglepő, és könnyen el lehet felejteni. Záró szavai azonban döbbenetesek, és azt hiszem emlékezetesek voltak. Ha ezeket nem idézik pontosan, tekintsék az igénylő csalónak. Ő ritkán ad valakinek tanácsot, mondta jótevőm, de ha megteszi, mondani valójának mindig arany fedezete van. S utána így szólt, sohasem hullhat ki emlékezetemből. Te nem vagy gonosz ember. 50 hang. Ez eldönti a pénz, Wilsoné, Wilson, 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 halljuk, halljuk! Az emberek felugráltak, körülfogták Wilsont, rázták a kezét, forron szerencsét kívántak. Közben az elnök rázta a csengőjét és kiáltozott, csendet, uraim, csendet, csendet, hadd fejezzem be! Mikor a nyugalom helyreállt, folytatta az olvasást. Menj és javulj meg, különben jegyezd meg szavaimat, egy nap meghalsz, s a pokolba jutsz, vagy Heidelbergbe. Inkább az elsőt válaszd. Kísérteties csönd támadt. Először fenyegető felhő szállt sötéten a polgárság arcára. Később a felhő oszladozni kezdett, és kaján kifejezés lopózkodott apránként a helyébe, s olyan ügyesen lopózkodott, hogy csak nagy és kínos erőlködéssel lehetett elnyomni. A tudósítók, a brixtoniak és más idegenek lehajtották fejüket, kezükkel eltakarták arcukat, s hősies udvariassággal és férfias akaraterővel tartották féken vonásaikat. Ebben a lehetetlen pillanatban magányos hang csattant a csendbe, Jack Halliday-é. Ennek aztán megvan az arany fedezete. A gyűlés, idegenek és benszülöttek nevetésben tört ki. Még Mr. Burgess komolysága is összeroppant, s a hallgatóság hivatalosan is felmentve érezte magát minden önuralom alól, és alaposan kihasználta előjogát. Jó, hosszú és viharosan szívből jövő nevetés volt. Végül azonban elcsitult. Közben pedig Mr. Burgess összeszedhette magát, s némelyek megtörölgethették a szemüket. Aztán újra kitört, majd még egyszer. Nagy sokára nyöghetett csak ki Burgess néhány komoly szót. Hasztalan lenne eltusolni a tényeket, nagy fontosságú ügy került elénk. A város jó híréről van szó, a város jó híre porog kockán. Az egyszónyi különbség Mr. Wilson és Mr. Wilson szövege között önmagában is komoly dolog, mivel arra mutat, hogy egyik vagy másik úr lopást követett el. A két ember bénán, ernyetten, összetörten ült. E szavak azonban villanyáramként futottak végig rajtuk, fel akartak állni. Üljenek le, szólt rájuk az elnök élesen, s ők engedelmeskedtek. Ez, amint mondtam, súlyos ügy, de csak egyikőjüknek. Most azonban a dolog komolyabbá vált, mivel mindkettejük becsülete szörnyű veszedelemben van. Mondhatnám, végzetes veszedelemben. Mindketten kihagyták a döntő jelentőségű záromondatot. Megállt. Néhány pillanatig hagyta, hogy az átható csönd összesűrűsödjön, és belejegye magát a szívükbe. Csak egy úton módon történhetett ez. Kérdem az urakat. Cinkosság? Megegyezés volt köztük? Halk mormogás vibrált végig a termen. Megfogta mind a kettőt. Wilson nem szokott hozzá a nehéz helyzetekhez. Gyámoltalanul összetörten lapult. Wilson azonban ügyvéd volt. Sápadtan és megviselten feltápászkodott. Kérem a gyűlést, legyen türelemmel, míg a roppant kínos ügyet megmagyarázom, mondta. Szomorú kötelesség kényszerít szólani.
Fáj, hogy gyógyíthatatlan sebet kell ütnöm Mr. Bilsonon, akit mindmáig becsültem és tiszteltem, s akit sziklaszirárnak hittem a kísértésekkel szemben, mint mindenki. De saját becsületem védelmében beszélnem kell, mégpedig őszintén. Szégyenkezve megvallom, és elnézésüket kérem érte, hogy szóról szóra a végrendelet szövegét mondtam a nyomorgó idegennek, beleértve a becsületbe vágó záromondatot is. Élénk meglepődés. Mikor a hirdetés megjelent, felidéztem, és gondoltam, bejelentem igényemet a zsák aranyra, amely minden jog szerint enyém. Kérem önöket, vegyék figyelembe, s mérlegeljék jól a következő részletet. Az idegen hálája aznap este nem ismert határt. Ő maga mondta, hogy nem tudja szavakkal kifejezni, s ha valaha is módjában állana, ezerszeresen visszafizetné nekem. Kérdem hát önöket, várhattam-e, hihettem-e, vagy álmodhattam-e, hogy e túláradó szívű ember hálátlanul hozzáteszi az ellenőrző szöveghez azt a szükségtelen záromondatot? Csapdát állít nekem, hogy városunk megszentségtelenítőjeként állítson e teremben összegyűlt polgártársaim elé. Természetellenes volt, hihetetlen volt. Egy percig sem kételkedtem, hogy végrendelete pusztán a megjegyzés nyájas kezdőmondatát tartalmazza. Önök is úgy gondolkodtak volna, mint én. Önök sem vártak volna aljas árulást olyan ember részéről, akit leköteleztek, aki ellen nem vétettek semmit. Így hát teljes hittel, teljes bizalommal leírtam egy szeletke papírra a bevezető szavakat addig, hogy menj és javulj meg, és aláírtam. Éppen mikor borítékba akartam tenni, behívtak irodám belső szobájába, és én meggondolatlanul az asztalon hagytam az írást. Megállt, fejét lassan Bilson felé fordította, várt egy pillanatig, majd folytatta. Kérem, jegyezzék meg ezt, midőn nem sokára visszatértem, Mr. Bilson távozott az utcai ajtón át. Élénk feltűnés. Bilson egy pillanat alatt talpra állt. Hazugság, aljas hazugság, ordította. Elnök, üljön le, uram, Mr. Bilson él szó. Barátai lenyomták Bilsont a székre, és elcsitították. Bilson folytatta. Ezek a tények. Az írás nem ott hevert az asztalomon, ahol hagytam. Észrevettem, de nem tulajdonítottam neki jelentőséget, gondolván, hogy a húzat fújta el. Eszembe sem jutott, hogy Mr. Bilson elolvashat egy magánlevelet. Tisztességes ember volt, s fölötte állt minden gyanúnak. Engedelmükkel megjegyzem, így kerülhetett szövegébe a korán sem szó, és az emlékező tehetség számlájára irandó. Én vagyok az egyetlen ember, aki az ellenőrző megjegyzés részleteivel szolgálhatok becsületes eszközökkel. Befejeztem. A meggyőző beszéd mindennél jobban elkábítja a szónoklat fogásaiban és cseleiben járatlan hallgató értelmét. Mindennél jobban felborítja meggyőződéseit és megcsalja érzelmeit. Wilson győztesen ült le. A terem helyeslő tapsok hullámaival árasztotta el. Barátai körülötte rajzottak, kezét rázták, gratuláltak neki. Bilsont lehurrogták, s egy szót sem engedtek szólnia. Az elnök csöngetett, és folyvást kiáltozott. Folytassuk, uraim, folytassuk! Lassacskán valahogy helyreállt a rend, s a kalapos megkérdezte. De hát mit akar folytatni? Át kell adni a pénzt. Hangok. Úgy van, Wilson, jöjjön előbb! A kalapos. Háromszoros éljen Mr. Wilsonnak, hősi erényünk jelképének, aki... Az éljenzés kirobbant, mielőtt befejezhette volna, s a kiáltozás és a csengőrázás közepette, némely lelkesülők egyik hatalmas cimbora vállára emelték Wilsont, s diadalmenetben indultak vele az emelvény felé. Az elnök hangja kiemelkedett a zsivajból.
Rendet kérek, menjenek a helyükre, elfelejtik, hogy még egy okiratot fel kell olvasnom. Kiáltott az elnöklő Burgess tiszteletes. Mikor a rend helyre állt, kézbe vette az okiratot és olvasni kezdte volna, de ismét letette. Elfelejtettem, mondta, hogy addig nem olvashatom fel, míg minden hozzám érkező írott közleményt nem vizsgáltunk meg. Egy borítékot vett ki a zsebéből, letörte a pecsétjét, belepillantott, meglepődött, kinyújtotta a karját, és rábámult, rámerett. 20-30 hang rikkantott fel. Mi az? Olvassa fel! Olvassa fel! Neki kezdett, lassan és csodálkozva. A megjegyzés, melyet az idegennek tettem, hangok. Mi az? Mit mond? A következő volt. Te nem vagy gonosz ember. Hangok. No fene! Menj és javulj meg. Egy hang. Meg kell zavarodni. Mr. Pinkerton, a bankár írta alá. Olyan pokoli örömújongás robbant ki, hogy a megfontoltak szinte sírva fakadtak tőle. Mindenki, akit nem szorított a cipő, úgy nevetett, hogy a könnyei csorogtak. A tudósítók nevetéstől fetrengve firkáltak rendetlen ákombákomokat, melyeket soha többé nem lehetett kisillabizálni. Egy albókutya felugrott, eszét vesztette, és bolondulásig ugatta a felfordulást. Ezernyi kiáltás röpködött a zsivajban. Gazdagok leszünk! Már két példaképünk van a megvesztegethetetlenségre. Ha Wilson nem számítjuk. Három! Számítsd bele pókhasút! Minél több, annál jobb! Helyes! Wilson megválasztottuk! Szegény jó Wilson, két tolvaj áldozata! Egy erőteljes hang. Csend! Az elnök megint kihalászott valamit a zsebéből. Hangok. Éljen valami új! Olvassa fel! Olvassa! Olvassa! Elnök olvas. A következő megjegyzést tettem, stb. Te nem vagy gonosz ember, menj, stb. Aláírás, Gregory Yates. Hangorkán, négy példakép, éljen Yates, halászon tovább! A terem ordítozott jókedvében, s kész volt minden lehetséges tréfát kifacsarni az alkalomból. A 19-ek közül többen felálltak is, sápadtan, leverten próbáltak a kijárat felé furakodni, de tucatnyi hang rakétázott fel. Az ajtókat, csukják be az ajtókat! A megvesztegethetetlenek nem hagyhatják el a helyiséget! A kívánságot teljesítették. Halászon tovább! Olvasson, olvasson! Az elnök tovább halászott, és megint ismerős szavak kezdtek hullani ajkairól. Te nem vagy gonosz ember. Nevet, nevet! Mi a neve? L. Inglesby Sargent. Öt választott! Gyűlnek a példaképek, gyerünk tovább! Te nem vagy gonosz. Nevet, nevet! Nicholas Whitworth.
hiszen ez tréfál. Nézd, hány példakép már! Valaki közbevonított, és a versigét elkezdte énekelni, kihagyva a nézszócskát, a kedves Mikádós Láger első sorának dallamára. Ha leszáll az éj, te drágám, ne félj! A hallgatóság lelkesen csatlakozott, s valaki éppen időben megtoldotta a második sorra. És soha ne feledd, a terem harsányan üvöltötte. A harmadik sor egyszeriben megszületett. Akárhogy vadász, csalót nem találsz. A terem ezt is elüvöltötte. Amint az utolsó ütem is elhalt, Jack Halliday hangja tisztán és élesen felszárnyalt az utolsó sorral. Csak példaképeket. Zúgó lelkesedéssel elénekelték ezt is. Utána az újongó terem előről kezdte, steli torokkal bömbölve, egyfolytában kétszer végig énekelte a négy sort, s befejezésül háromszoros éjjent vágott ki mennydörögve, majd egy utóéjjelzést a megvesztegethetetlen Heidelbergre, s mindegyik példaképére, akit méltónak találunk, hogy ma este szenté avassuk. Aztán minden jelenlevő kiáltozni kezdett az elnök felé. Gyerünk, gyerünk, olvasson, olvasson fel még néhányat, olvassa fel mindegyiket. Helyes, gyerünk, örökös hírnevet szerzünk. Egy tucat ember állt fel, s tiltakozni kezdett. Azt mondták, ez a komédia valami elvetemült tréfa csináló műve, és sérti az egész közösséget. Az aláírások kétségkívül hamisak voltak. Üljenek le, pofa be, maguk itt vallanak. Megtaláljuk a maguk nevét is a sorsjegyek között. Elnök úr, hány borítékot kapott? Az elnök számolt. A már megvizsgáltakkal egyetemben összesen 19-et. Gúnyos tapsvihar tört ki. Talán mindegyik a megfejtést tartalmazza. Javaslom, hogy bontsa fel őket sorra, olvassa fel az aláírást és a szöveg első mondatát. Csatlakozom a javaslathoz. Harsogó egyetértéssel megszavazták. Szegény öreg Richards felállt, felesége is felemelkedett, s melléje húzódott. Fejét lehajtotta, senki se vegye észre, hogy sír. Férje a karját nyújtotta neki, s így támogatva őt, reszkető hangon beszélni kezdett. Barátaim, ti ismertetek bennünket, Mérit és engem, egész életünkön át, s azt hiszem, kedveltetek, és tiszteltetek is. Az elnök közbevágott. Bocsánat, teljességgel igaz, amit mond Mr. Richards. Ez a város ismeri önöket, kedveli, szereti önöket, tiszteli önöket, sőt, tiszteli és szereti mindkettőjüket. Ez már szent igaz, zúgott fel Halliday hangja. Ha az elnöknek igaza van, álljon fel a gyűlés, és adja jóváhagyását. Felállni! Most hip, 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 mindnyájan egyszerre! A gyűlés egy emberként állt fel, és az öreg pár felé fordulva, lengő zsebkendők hóviharával töltötte el a levegőt, és tiszta szívből éjjenzett. A következőt akarom mondani, folytatta az elnök. Ismerjük az ön jó szívét, Mr. Richards. De most nem lenne helyén való jótékonyságot gyakorolni a bűnösökkel szemben. Felkiáltások. Úgy van, úgy van! Látom arcán nagylelkű szándékát. De nem engedhetem meg, hogy ezekért az emberekért könyörögjön. Én azt akartam... Kérem, üljön le, Mr. Richards. Meg kell vizsgálnunk a hátralévő leveleket. A megszégyenítettek iránti tisztesség is ezt kívánja. Mihelyt befejeztük, meg fogjuk önt hallgatni, szavamat adom rá. Több hang. Helyes, az elnöknek igaza van. Most nem szakíthatjuk félbe a munkát, folytassuk, a neveket halljuk, a neveket a javaslat feltételei szerint. Az öreg házas pár vonakodva ült le, s a férj odasúgta feleségének. Kétségbejtően nehéz így várakozni. A szégyen csak nagyobb lesz, ha rájönnek, hogy csupán önmagunkért akartunk könyörögni. Közben a nevek hallatára újra kitört a vidámság. Te nem vagy gonosz ember, aláírás, Robert T. Timmers.
Te nem vagy gonosz ember, aláírás. Affiliate Weeks. Te nem vagy gonosz ember, aláírás. Oscar B. Wilder. Ennél a pontnál a hallgatóknak az az ötlete támadt, hogy kiveszik az első mondatot az elnök kezéből. Az nem bánkódott érte. Ettől kezdve sorra feltartotta a leveleket és várt. A hallgatóság közösen, ütemezve, zengő, mély hangletéssel zúgta el az első mondatot, amely vakmerően hasonlított egyik ismert templomének dallamára. Te nem vagy gonosz ember, s az elnök felelt. Aláírás, Archibald Wilcox. És így tovább, és így tovább, egyik név jött a másik után, mindenki egyre jobban és jobban szórakozott, kivéve a nyomorult 19-eket. Olykor-olykor, mikor különösen csillogó név került elő, a hallgatóság megállította az elnököt, és elénekelte az egész szöveget az első szótól az utolsóig. És a pokolba jutsz, vagy Heidelbergbe, inkább az elsőt válaszd. És ezekben a különleges esetekben lenyűgöző, vergődő és szívbe markoló ámennel fejezték be. A névsor apadt, apadt, apadt. Szegény öreg Richard számolgatta az ujjain, összerezzent, ha a magáéhoz hasonló nevet hallott, s kétségbejtő feszültséggel leste a pillanatot, mikor megalázó jussa lesz, Mérivel felállni és befejezni védőbeszédét, melyet így fogalmazott meg, mert a mai napig nem követtünk el semmi rosszat, s gáns nélkül jártuk alázatos utunkat. Nagyon szegények vagyunk, öregek vagyunk, se kutyánk, se macskánk, aki segítene rajtunk, súlyosan megkísértettünk és elbuktunk. Midőn az imént felálltam, vallomást akartam tenni, s kérni akartam, hogy nevemet ne olvassák fel itt a nyilvánosság előtt, mert úgy érezzük, nem tudnánk elviselni, de félbeszakítottak, így igazságos. Nekünk is együtt kell szenvednünk a többiekkel. Nehéz megpróbáltatás ez. Az első alkalom, hogy nevünket beszennyezve ejthette ki valaki. Legyenek irgalmasak a szép múlt kedvéért. Enyhítsenek szégyenünk súlyán, amennyire csak jó szívük megengedi. Ekkor Mary, észrevéve, hogy elrévedezett, hirtelen oldalba lökte. A terem énekelt, nem vagy, stb. Légy készen, suttogta Méri. A te neved következik. 18-at már felolvasott. Az ének véget ért. Az utolsót, záporozott a terem minden sarkából. Burgess a zsebébe csúsztatta a kezét. Az öreg házas pár reszketve emelkedni kezdett. Burgess kotorázott egy darabig. Úgy látom, mindet felolvastam, mondta végül. A házas pár örömtől és meglepetéstől kábultan süllyedt vissza a székre. Hála Istennek, meg vagyunk mentve, suttogta Méri. Elvesztett a miénket, nem adnám ezt 100 olyan zsákért sem. A terem rázendített Mikádó travesztiájára, és állandóan növekvő lelkesedéssel háromszor végig énekelte. Mikor harmadszor elérkezett az utolsó sorig, csak példaképeket, mindenki felállt, és éjjelezni kezdték Heidelberg tisztaságát és 18 halhatatlan képviselőjét. Ezután felállt Vintage, a nyerges, és háromszoros éjjent javasolt a város legtisztább emberének, az egyetlen tekintélyes polgárnak, aki nem akarta ellopni a pénzt, Edward Richardsnak. Nagy és megható szívélyeséggel éljeneztek. Majd valaki azt javasolta, hogy válasszák meg az immár Szent Heidelbergi hagyomány őrzőjévé és példaképévé, s legyen hatalma és joga a gúnyolódó világgal szembeszállni. Közfelkiáltással elfogadták, s újra elénekelték a Mikádót, s így fejezték be, nincs példakép, csak egy.
Szünet következett hirtelen. Egy hang. Tehát, ki kapja a zsákot? A tímár keserű gunnyal. Nagyon egyszerű. A pénzt szét kell osztani a 18 megvesztegethetetlen között. Fejenként 20 dollárt adtak a nyomorgó idegennek, és a jó tanácsot mindegyik sorban, s a művelet 22 percükbe került. Lekötelezték az idegent, az adakozás összege 360 dollár. Csupán a kölcsönt szeretnék visszakapni, és a kamatokat. Összesen 40 ezer dollárt. Több hang csípkelődve. Úgy van, felosztani, legyünk kedvesek szegényekhez, ne várakoztassuk őket. Elnök. Csendet kérek, felnyitom az idegen második írását, így szól. Ha egyetlen igénylő sem jelentkezik, hatalmas morgás kórusban, meghagyom, hogy nyissák fel a zsákot, és számolják ki a pénzt városuk vezető polgárainak. Vegyék kezelésbe, felkiáltások, s használják fel saját belátások szerint közösségük nemes hírnevének, megvesztegethetetlen becsületességének terjesztésére és megőrzésére, még nagyobb kiáltozás, amely hírnévnek neveik és erőfeszítéseik új, messze sugárzó fényességet adnak. Gúnyos tapsvihar. Ennyi az egész. Nem, van még egy utóirata is. Utóirat. Heidelbergi polgárok. Nincs bizonyítékszöveg. A megjegyzés nem hangzott el soha. Hatalmas feltűnés. Nem volt szegény idegen, sem 20 dolláros alamizsna, sem kísérő áldás és buzdítás. Mindezt én találtam ki. A csodálkozás és gyönyör általános zümmögése és marmogása. Hadd mondjam el történetemet. Csak néhány percig tart. Egyszer keresztül utaztam városotokon, s ott mélyen megsértettek, anélkül, hogy megérdemeltem volna. Bárki más megelégedett volna azzal, hogy megölközületek egy vagy két embert, s aztán befejezetnek tekinti az ügyet. Én azonban ezt elcsépelt és lapos bosszúnak tartottam, mert a halottak nem szenvednek. Ráadásul nem ölhettem meg mindnyájatokat, s amilyen természetem van, engem ez sem elégített volna ki. Minden férfit és minden nőt tönkre akartam tenni a városban, mégpedig nem testében vagy vagyonában, hanem hiúságában. Mert a gyenge és kótyagos emberek itt sebezhetők meg legjobban. Így hát áruhába öltöztem, visszajöttem, s tanulmányoztam a várost. Könnyű préda volt. A ti becsületességeteknek régtől fogva magasztos híre van. Természetesen büszkélkedtek is vele, mint legfőbb kincsetekkel, mint a szemetek világát őriztétek. Midőn rájöttem, hogy gondosan távol tartjátok magatokat és gyermekeiteket a kísértéstől, tudtam, mit kell csinálnom. Ó, együgyű teremtmények! Minden gyengeségek között leggyengébb az az erény, amelyet nem edzettek tűzben. Összeállítottam a tervemet, és egy névsort jegyeztem fel. Tervem az volt, hogy megrontom Heidelbergöt, a megronthatatlant. Hazugot és tolvajt akartam csinálni, vagy fél száz makulátlan férfiból és asszonyból, akik soha életükben nem ejtettek ki hazug szót, s nem loptak egy penit sem. Féltem Gudzontól. Nem Heidelbergben született, s nem ott nevelkedett. Féltem, hogyha nevelemmel kivetem a horgot, ti azt mondjátok magatokban, Gudzon köztünk az egyetlen ember, aki 20 dollárt adhatott egy szegény ördögnek. S nem kaptok rá a csalétekre. De az úr elvette Gudzont, s tudtam, hogy így biztonságban vagyok. Felállítottam a csapdát, és elhelyeztem a csalit. Lehet, hogy nem fogok meg mindenkit, akihez eljuttattam a véltitkot,
de legtöbbjük Markomba kerül, ha jól ismerem Heidelberg természetét. Hangok. Igaz? Megcsípte mindet egytől egyig. Én azt hiszem, ezek a szegény, megkísértett és félrenevelt alakok inkább ellopják az állítólagos kártyán nyert pénzt, hogy sem elszalasszák. Remélem, mindörökre széttapostam büszkeségteket, s új hírnevet adtam Heidelbergnek, hívebbet az eddiginél, amely országszerte el fog terjedni. Ha tervem sikeres volt, nyissátok ki a zsákot, és hívjátok össze a Heidelberg hírnevét terjesztő és védő bizottságot. Hangorkán! Kinyitani! Kinyitani! A 18-ak lépjenek elő! A hagyomány terjesztő bizottság! Menjenek a dobogóra a megvesztegethetetlenek! Az elnök felszakította a zsák száját, kimarkolt egy csomó fényes, vaskos, sárga pénzdarabot, összerázta, s megvizsgálta őket. Barátaim, ezek csak aranyozott ólomkorongok. Az újdonság farrázó örömújongást váltott ki, s mikor a zaj csitult, a tímár felkiáltott. Wilson a legidősebb a társaságban, legyen ő a hagyományterjesztő bizottság elnöke. Javasolom, hogy lépjen elő a cimboráival, és vegye át megőrzésre a pénzt. Száz hang. Wilson! 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 Szóljon! Szóljon! Wilson dütőreszkető hangon. Engedelmükkel kijelentem, anélkül, hogy a kifejezését mentegetőznék. Egye meg a fene a pénzt! Egy hang. Na hát, hogy egy baptista ilyet mondjon. Másik hang. 17 példakép maradt. Álljanak fel, uraim, s tegyenek eleget kötelességüknek. Csönd, semmi válasz. Elnök úr, egyetlen tiszta emberünk maradt a volt arisztokráciából, s neki szüksége van a pénzre, és meg is érdemli, kiáltotta a nyerges. Javaslom, hogy hívja ki Jack Halliday-t az emelvényre, árveresztesse ki vele az aranyozott 20 dollárosokat, és adja a befolyt pénzt annak, aki megérdemli, az egyetlen embernek, akit Heidelberg büszkén van magáénak, Edward Richardsnak. Az indítványt nagy lelkesedéssel fogadták. A kutya megint vonítani kezdett. A nyerges kezdte az árajánlatokat 1 dollárral. A Brixtoniak és Barnum követe keményen küzdöttek érte. A hallgatóság minden egyes rálicitálást megényezett, az izgalom percről percre magasabbra hágott, az árverezők egyre jobban tűzbe jöttek, egyre merészebbek és elszántabbak lettek, az árajánlatok 1 dollárról 5-re, aztán 10-re, aztán 20-ra, aztán 50-re, aztán 100-ra ugrottak. Az árverés elején Richards kétségbeesve súgta a feleségének. Ó, Mary, elfogadhatjuk. Ez, tudod, ez a becsület jutalma, a jellemtisztaság tanúbizonysága, és elfogadhatjuk. Nem volna jobb, ha felállnék. Ó, Mary, mit tegyünk? Mit gondolsz, mi... Halliday hangja. 15 az utolsó. 15 a zsákért. 20, köszönöm, 30, ezt is köszönöm, 30, 40-et hallok? Helyes, 40. Addig üssük a vasat, míg meleg uraim, 50, köszönöm, nemes római, csak 50 a zsákarany, 70, 90 ragyogó, 100, no még a tetejében, no még a tetejében, 120, 40, legfőbb ideje, 150, 200, felséges, ha jól hallom, 250. Ez újabb kísértés, Edward. Minden porcikám reszket. Istenként megmenekültünk az egyik kísértéstől, és ez figyelmeztessen bennünket. 6-ot hallottam, köszönöm, 650, 700. Ha azonban meggondolod, Edward, hogy senki sem gyanít, 800 dollár, éljen, emeljük fel 9-re. Jól hallottam, Mr. Persons, köszönöm, 9. Egy szépséges zsákra való szűzi ólom aranyozással is. Mindennel mindössze 900 dollár, gyerünk!
Ha jól hallom, 1000 végtelenül lekötelez. Mondott valaki 1000 százat? Egy zsák, amely csak hamar a leghíresebb műkincs lesz. Az egész egy... Ó, Edward, zokogni kezd. Olyan szegények vagyunk, de tégy, ahogy jónak látod. Tégy, ahogy jónak látod. Edward megtántorodott, azaz csendesen ült. Lelkiismerete nem csitult el, de elnyomták a körülmények. Közben egy idegen, aki úgy nézett ki, mint valami lehetetlen angol grófnak öltözött műkedvelő detektív, szemmel látható érdeklődéssel figyelte a történteket, s arcára kiült a megelégedés. Néha egy-egy megjegyzést tett magában. Most ilyen formán monologizálhatott. A 18-ak közül senki sem árverez. Ez nem kielégítő, változtatnunk kell rajta. A drámai egység megköveteli. Meg kell venniük a zsákot, melyet el akartak lopni, és bizony súlyos árat kell fizetniük. Némelyikük gazdag. Aztán meg, ha félreismertem Heddleburg természetét, jelentős díjat kell adnom annak, aki keresztül húzta számításaimat, és ezt a díjat valakinek meg kell fizetnie. Ez a szegény öreg Richards szégyent hozott az ítélő képességemre. Becsületes ember, nem értem, de elismerem. Egyenesen belelátott a kártyáimba, s jogszerint övé a dohány. És jókor a dohány lesz, ha rajtam áll. Csalódást okozott nekem az öreg, ne felejtsük el. Figyelte az árverést. 1000-nél megtorpant a kereslet, a licitálás egyre lankadt. Várt, és tovább figyelt. Az egyik vetélkedő elhullott, aztán a másik és a harmadik. Most egyszer-kétszer ő is licitált. Mikor az ajánlat már csak $10 ugrott, megemelte 5-tel. Valaki rávert $3-ral. Egy pillanatig várt, aztán hirtelen kiugrott 50-nel, s a zsák az övé volt. $1282-ért. A teremből kitört az éjjenzés, de el is csöndesedett, mert az idegen felállt, és felemelte a kezét. Beszélni kezdett. Az idegen felállt, és felemelte a kezét. Beszélni kezdett. Szeretnék néhány szót szólni, és valamit kérni önöktől. Ritkaságokkal ügynökösködöm, s kapcsolatot tartok fenn a numizmatákkal szerte a világon. Ezen a vételen a mostani körülmények között is kereshetek, de ha megkapnám az önök hozzájárulását, el tudnám ezeket az ólom $20-osokat adni a névértékükért, s talán még többért is. Adják meg nekem hozzájárulásukat, s én nyereségem egy részét átadom az önök Mr. Richardsának, akinek rendíthetetlen tisztességét önök oly igazságosan és szívélyesen ismerték el ma este. Legyen az ő osztály része $10,000, s én átnyújtom neki a pénzt holnap. Nagy tapsa teremben. A rendíthetetlen tisztesség azonban jócskán Richardsék arcába hajtotta a vért. De ezt a hallgatóság a szerénység jelének tekintette, s átsiklott rajta. Ha jókora többséggel elfogadják a javaslatomat,
A szavazatok kétharmadát szeretném megszerezni. Én azt úgy tekinteném, mint a város beleegyezését, s mindössze ennyit kérek. A ritkaságok értékét mindig emeli valami cselfogás, amely fokozza a különlegességet, és felhívja a figyelmet. Na már most, ha én megkapom önöktől az engedélyt, hogy ezekre az állítólagos érmékre felvésessem a 18 úriember nevét, akik... A hallgatóság 9/10 része egy pillanat alatt talpon állt, kutyástul, mindenestül, s a javaslatot fergetegesen helyeslő tapssal és nevetéssel fogadta el. Utána leültek, s a példaképek Dr. Clay Harkness kivételével felpattantak, és szenvedélyesen tiltakoztak a javasolt sérelem ellen, fenyegetőztek, hogy... Kérem, ne fenyegessenek, mondta az idegen nyugodtan. Ismerem törvényes jogaimat, s a handabandázástól nem szoktam megijedni. Taps. Leült. Dr. Harkness valami lehetőséget látott. Két gazdag ember volt a városban, ő és Pinkerton. Pénzcsinálással foglalkozott, vagyis egy népszerű szabadalmazott orvosságot gyártott. Egyik párt részéről ő pályázott a törvényhozó testületi tagságra, a másikéről Pinkerton. Heves fej-fej melletti versenyfutás volt, s napról napra hevesebb lett. Mindketten nagyon szerették a pénzt. Mindegyik vett számításból egy-egy jókora földterületet. Új vasútvonal készült, s mindegyik benne akart lenni a törvényhozó testületben, hogy az útvonal irányát a saját érdekeinek megfelelően módosítassa. Egyetlen szavazat is döntő lehet, s óriási vagyont hozhat a házhoz. Nagy volt a tét, s Harkness merészen szokott spekulálni. Közelült az idegenhez. Míg egyik vagy másik példakép tiltakozással és fenyegetőzéssel szórakoztatta a gyűlést, ő odahajolt és suttogva megkérdezte, mennyiért adja a zsákot? 40 000 dollárért. 20-at adok. Nem. 25-öt? Nem. Legyen 30. 40 000 dollár az ára, egy pennivel sem kevesebb. Rendben van, megadom. Délelőtt 10-kor felmegyek a szállodába. Nem akarom, hogy megtudják. 4 szem közt szeretnék beszélni önnel. Jó. Az idegen felállt, s így szólt a hallgatósághoz. Azt hiszem, késő van már. Az urak beszédei nem érdektelenek, nem oktalanok, s nem unalmasak, de ha megbocsátják, én mégis el fogok búcsúzni. Köszönöm a jó indulatot, melyet kérelmem jóváhagyásában irántam tanúsítottak. Kérem az elnököt, őrizze meg számomra a zsákot holnapig, s adja át ezt a 300-500 dolláros bankjegyet Mr. Richardsnak. A pénzt kivitték az elnöknek. 9-kor elmegyek a zsákért, és 11-kor személyesen nyújtom át otthonában Mr. Richardsnak a 10 000 hátralévő részét. Jó éjszakát! Kicsúszott az ajtón. A hallgatóság továbbra is nagy zaj csapott, amelyben éjjelzések, a mikádó, kutyatiltakozás, s a te nem vagy gonosz ember kezdetű templomi dallam keveredett össze. Otthon Richardséknak éjfélig szerencsekívánatokat és bókokat kellett elszenvedniük. Végre magukra hagyták őket. Kissé bánatosnak látszottak, s csendben töprenkedve ültek. Végül Méri sóhajtott egyet, s megszólalt. Gondolod, hogy hibáztathatók vagyunk, Edward? Súlyosan hibáztathatók? S szeme az asztalon fekvő 3 nagy bankjegyre vándorolt, melyeket a szerencse kívánók hada megbámult, és tisztelet teljesen megtapogatott. Edward nem felelt azonnal. Kis idő múltán felsóhajtott, s habozva mondta,
Mi nem tehettünk ellene semmit, Méri. Meg igen, meg volt írva a sorskönyvében, mint minden. Méri feltekintett, s hosszan nézett rá, de ő elfordította a fejét. Azt hittem, a szerencse kívánatok és dicséretek mindig kellemesek, bökte ki hirtelen az asszony. Most azonban úgy tűnik, Edward. Tessék, ott maradsz a banknál? Nem. Lemondasz? Reggel írásban. Ez lesz a legjobb. Richards tenyerébe hajtotta a fejét. Régebben nem ijesztett meg, hogy idegen pénztengere folyt keresztül a kezemen, motyogta. De most, Méri, olyan fáradt vagyok. Olyan fáradt. Feküdjünk le. Reggel 9-kor az idegen elment a zsákért, s kocsin vitte el a szállodába. 10-kor Harkness beszélgetett vele 4 szem közt. Az idegen 4 csekket kért, és kapott az egyik fővárosi bankhoz, a felmutató részére kiállítva. 4 egyenként 1500 dollárra szólt. 1 34 000-re. A kisebbek közül egyet a tárcájába tett. A fennmaradó 38500 dollárra szóló lapokat pedig egy borítékba. Harkness távozása után néhány sort írt, s a csekkek mellé tette. 11-kor Richardsék házához ért és kopogtatott. Mrs. Richards kikémlelt a kukucskálón, átvette a borítékot, s az idegen szó nélkül eltűnt. Az asszony kipirulva, és kissé reszkető lábakkal érkezett a szobába. Biztos vagyok benne, hogy felismertem. Tegnap este azt gondoltam, hogy már láttam valahol, liegte. Ő hozta ide a zsákot. Esküdni mennék rá. Akkor ő az állítólag a Stevenson is, s a város minden fontos polgárát becsapta a hamis titkával. Ha most csekkeket küldött pénz helyett, mi is be vagyunk csapva, miután már azt hittük, megmenekültünk. Csak nem jól éreztem magam ismét az éjszakai nyugalom után, de a boríték formája beteggé tesz. Nem elég vaskos. 8500 dollár még a legnagyobb bankjegyekben is vastagabb paksamétát jelent. Edward, miért tiltakozol a csekkek ellen? Stevenson által aláír csekkek. Én hajlandó vagyok átvenni a 8500 dollárt, ha bankjegyekben érkezik, mert úgy látszik, így van megírva a sorskönyvében, Méri. De sohasem voltam bátor ember, s nincs elég kurázsim, hogy beváltsak olyan cseklapokat, melyeken ez a baljósatú név szerepel. Csapda lenne. Ez az ember meg akart fogni engem. Nagy nehezen megmenekültünk, most valami új ravasságot módolt ki. Ha csekk... Ó, Edward, ez szörnyű! Méri előhúzta a cseklapokat, és zokogni kezdett. Dobd azonnal a tűzbe! Gyorsan! Kerüljük el a kísértést! Ez cselvetés! Azt akarja, hogy a világ rajtunk is nevessen, mint a többieken, és áld ide nekem, ha nem tudod megtenni! Megmarkolta őket, s öklét megfeszítve igyekezett a kája felé. De ember volt, pénztáros volt, s egy pillanatra megállt, hogy az aláírás felől megbizonyosodjék. Ránézett, és csak nem elájult. Csípj meg, Méri, csípj meg! Olyan ez, mintha színaranyból volna. Ó, milyen remek, Edward! Miért? Harkness írta alá. Miféle titoklap panghat mögötte, Méri? Edward, azt gondolod, nézz ide! 1500, 1500, 1500, 34 000, 38 500. Méri, a zsák nem ért 12 dollárt, és
Harkness úgy látszik kifizette a névértékét. És gondolod, hogy ez mind a miénk? 10 000 helyett? Hát úgy néz ki. És a csekket a felmutató részére állították ki. Jót jelent ez, Edward? Ha jól sejtem, célzás, hogy valami távoli banknál váltsuk be. Talán Harkness nem akarja, hogy a dolgot megtudják. Mi ez? Egy levél? Igen, a csekket mellett volt. Fel lehetett ismerni Stevenson kézírását, de aláírást nem találtak, így szólt. Csalódott ember vagyok. Az önbecsületessége erősebb, mint a kísértés. Én másképp vélekedtem, s ezáltal megrágalmaztam önt. Most őszintén bocsánatot kérek, és ugyancsak őszintén tisztelem önt. Ez a város nem méltó, hogy az ön ruhájának szegélyét megcsókolja. Drága uram, én fogadtam magammal, hogy öntudatos városukban 19 elcsábítható ember van. Feszítettem. Vegye át az egész nyereséget, megérdemli. Richards mélyet sóhajtott. Mintha parázssal írták volna. Úgy éget, Méri. Megint nyomorult vagyok. Én is. És drágám, szeretném. Gondolj csak el, Méri. Hisz bennem. Tó, hagyd, Edward. Nem tudom elviselni. Ha kiérdemeltük volna ezeket a szép szavakat, Méri, és Isten látja lelkemet, azt hittem, valamikor kiérdemeltem, odaadnám értük a 40 000 dollárt, és eltenném a levelet, mert aranynál és drágakőnél többet ér, és örökre megőrizném. De most nem élhetünk vádoló jelenlétének árnyékában, Méri. Beledobta a tűzbe. Küldönc érkezett, és átadott egy borítékot. Richards felbontotta, és olvasni kezdte. Burgess-től jött. Ön megmentett egyszer szorult helyzetemből. Én megmentettem tegnap este. Nagy hazugságba került, de könnyen és hálás szívvel tettem. Senki sem tudja a városban, úgy, mint én, milyen derék, jó és nemes ön. Szíve mélyén nem tisztelhet engem, mint hogy ismeri az ellenem szóló vádat, amelyben egyhangulag elmarasztaltak, de kérem, higgye legalább azt, hogy hálás ember vagyok. Könnyebben viselem így a terhemet. Burgess. Ismét megmenekültünk. És milyen feltételekkel? Tűzbe dobta a levélkét. Bárcsak halott lennék, Méri. Bárcsak ne tudnék semmiről. Bizony, keserű. Nagyon keserű napok ezek, Edward. Olyan mély sebeket ejt a nagy lelkűségük, és olyan gyors egymás utánban. 3 nappal a választások előtt mind a 2000 szavazó értékes emlékeztetőt kapott egyet-egyet a hírhet hamis 20 dollárosokból. Egyik felére ezt a szöveget vésette valaki. A következő megjegyzést tettem a szegény idegennek. A másik felére... Menj és javulj meg, Pinkerton. Így egyetlen fejre zúdult a nagyhírű tréfa minden maradék szemete, és pedig gyászos eredménnyel. Felelevenítette a hatalmas gúnykacajt, s Pinkertonra irányította. Harkness lóhosszal győzött a választáson. 24 órával azután, hogy megkapták a csekklapokat, Richard Cék lelkiismerete lecsillapodott, elbátortalanodott.
Az idős házaspár lassacskán összebékült bűnével. De megtanulták. A bűn új és új rettegéssel jár, ha egy szikrányi lehetősége is van, hogy kiderül. Ez új, fontos, lényeges sajátosságot kölcsönöz neki. A reggeli szentbeszéd a templomban a megszokott kaptafára készült. A pap ugyanazokat az elcsépelt dolgokat mondta, ugyanolyan elcsépelt kifejezésekkel, ezerszer hallották már, s ártalmatlannak, majdnem tartalmatlannak találták. Szinte elaludtak alatta. Most azonban más volt. A prédikációból vádaskodó tüskék borzolódtak elő, mintha egyenesen és kizárólag azok ellen irányult volna, akik halálos bűnöket rejtegetnek. Istentisztelet végeztével elmenekültek a gratulálók tömegétől, mihelyis csak lehetett. Bizonytalan, homályos, meghatározhatatlan félelmektől a velejükig átfagyva siettek haza. Véletlenül észrevették Mr. Burgess-t, amint befordult a sarkon. Nem válaszolt üdvözlő biccentésükre. Nem vette észre, de ezt ők nem tudták. Mit jelenthet ez a viselkedés? Azt jelentheti, ó, egy tucatnyi szörnyű dolgot. Talán tudja, hogy Richardsék akkoriban tisztázhatták volna az ő szerepét, s most aztán a kedvező alkalomra vár, hogy ezt a számadást elintézze velük. Otthon, nyomorúságukban azt képzelték, hogy a cseléd hallgatózhatott a szomszéd szobában, mikor Richards elárult a feleségének a titkot, mellyel Burgess ártatlanságát bebizonyíthatta volna. Később Richards úgy emlékezett, hogy akkoriban hallott is valami ruhasusogást. Nem sokára biztos volt benne, hogy hallotta. Valami ürüggyel behívták Sarah-t, s figyelték az arcát. Megmutatkozna a tekintetében, ha elárulta őket Burgessnek. Kérdéseket tettek fel neki, kérdéseket, melyek olyan szeszélyesnek, összefüggéstelennek és céltalannak látszottak, hogy a lány biztosra vette, az öreg házas pár esze megsínlette a váratlan jó szerencsét. Az éles, vizsgáló tekintet, melyel minden mozdulatát kísérték, megijesztette, s ez betetőzte a félreértést. Elpirult, ideges és zavart lett, s a két öreg szerint mindez valami szörnyűséges bűn félreérthetetlen jele volt, s a lány kétségkívül kém és áruló. Mikor egyedül voltak, rengeteg összefüggéstelen eseményt próbáltak egymásba illeszgetni, és iszonytató eredményekre jutottak. Mikor a dolgok nagyon elfajultak, Richards hirtelen levegőért kapkodott, és a felesége megkérdezte, mi az? A levél, Burgess levele. A hangja gúnyos volt, most már látom, idézte. Szívem mélyén nem tisztelhet engem, mint hogy ismeri az ellenem szóló vádat, melyben egyhangulag elmarasztaltak. Ó, Istenem! Most már teljesen világos. Tudja, hogy én tudom. Figyeled, milyen ügyes fogalmazás. Csapda volt, és én bolond mód belesétáltam, és Mary... Ó, ez rettenetes. Tudom, mit akarsz mondani. Nem adta vissza a leveledet, melyben az állítólagos megjegyzés volt. Nem. Megtartotta, hogy ártalmunkra lehessen. Mary, valakinek már el is árult bennünket. Tudom, biztosan tudom. Egy tucat arcon láttam az Isten tisztelet után. Nem fogadta a köszönésünket. Tudta, mit csinál. Éjszaka felébresztették az orvost. Reggel híre ment, hogy az öreg házas pár meglehetősen beteg. Az orvos szerint kimerítette őket a váratlan szerencsével járó izgalom, a sok jó kívánat és a virrasztás. A város őszintén bánkódott, mert Idestova már csak ezzel a két öreggel büszkélkedhetett.
Két nappal később még rosszabb hírek szállingóztak. A két öreg félrebeszélt és különös dolgokat művelt. Az ápolónők tanúsága szerint Richards csekkeket mutatott fel, $8,500-ról, nem, bámulatos összegről, $38,000. Mi lehet a magyarázata ennek az irdatlan vagyonnak? Az ápolónőknek másnap újabb híreik voltak, mégpedig csodálatosak. El akarták rejteni a csekkeket, nehogy valami bajuk történjék, mikor azonban keresték őket, már eltűntek a beteg párnája alól. Hagyják békén a párnát, mit akarnak? Kérdezte a beteg. Azt gondoltuk, legjobb, ha a csekkeket... Nem fogják őket többé látni, megsemmisültek. A sátántól származtak, éreztem rajtuk a pokolszagot, s tudtam, hogy bűnre akarnak csábítani. Aztán furcsa és ijesztő dolgokat kezdett össze-vissza hadarni, melyeket nem lehetett világosan megérteni, és az orvos figyelmeztette a nővéreket, hogy ne meséljék el. Richardsnak igaza volt, a csekkeket senki se látta többé. Alig, ha nem álmában fecseghetett valamelyik ápolónő, mert két napon belül az egész város ismerte a meséket, és ezek ugyancsak meglepőek voltak. Olyasmi derült ki belőlük, hogy Richards maga is pályázott a zsákra, s Burgess elrejtette a levelet, aztán meg rosszindulatúan elárulta őt. Burgess-t faggatták, de ő mereven tagadott. Azt mondta, méltánytalan dolog jelentőséget tulajdonítani egy beteg öreg ember lázas kotyogásának. A levegő mégis tele volt gyanúval és szóbeszéddel. Egy-két nap múlva híre ment, hogy Mrs. Richards lázámában ugyanazt hajtogatja, amit a férje. A gyanú meggyőződéssé sűrűsödött, s a város egyetlen fontos, becsületben maradt polgárának tisztaságába vetett hite megingott, büszkesége lelohadt, szinte már elhamvadt. 6 nap múlt el, s új hírek jöttek. Az öreg házaspár haldokolt. Richards agya kitisztult utolsó órájában, s Burgessért küldetett. Hagyják el a szobát, mondta Burgess. Azt hiszem, 4 szem közt akar valamit mondani. Nem, szólt Richards. Tanúkat akarok. Hallják mindnyájan a vallomásomat, hogy férfi módra hallhassak meg, nem mint egy kutya. Tiszta voltam, mesterségesen, mint a többiek. És mint a többiek, én is elbuktam, mikor a kísértés jött. Vállaltam a hazugságot, s pályáztam arra a nyomorult zsákra. Mr. Burgess emlékezett, hogy egyszer valami szívességet tettem neki, és hálából és tudatlanságból elrejtette a levelemet, és megmentett. Emlékeznek, mivel vádolták Burgess néhány éve. Az én tanúságom, csak az enyém védhette volna meg, de én gyáva voltam, s hagytam, hogy igazságtalanul elítéljék. Nem, nem, Mr. Richardson, a cselédem elárulta neki a titkomat. Senki sem árult el semmit nekem. És ő... természetesen és méltányosan cselekedett. Megbánta nagy lelkűségét, mellyel megmentett, s kiadott. Megérdemeltem. Soha. Esküszöm. Tiszta szívemből megbocsátok neki. Burgess szenvedélyes tiltakozása süket fülekre talált. A haldokló eltávozott. Soha nem tudhatta meg, hogy ismét kárt okozott szegény Burgessnek. Éjszaka az öregasszony is meghalt. A Szent 19-ek utolsó tagja is áldozatul esett az ördögi zsáknak. A városról régi dicsőségének maradék rongya is leszakadt. Gyásza rejtett,
de mély volt. Törvényhozó testületi engedéllyel, hosszas rimánkodás és könyörgés után megengedték Heddleburgnek, hogy nevét megváltoztassa, mindegy mire, nem árulom el, s kihagyhasson egy szócskát a mottóból, amely nemzedékeken át díszítette a város hivatalos pecsétjét. Ma már ismét becsületes város, s korán kell annak felkelni, aki csaláson akarja fogni. A régi pecséten ez állt. Ne vígy minket a kísértésbe. Az újon pedig vígy minket a kísértésbe.